Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. FM-en. 6 óra múlt 10, jaj, de túl vagyok tovább. 6 óra múlt 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Hello. A Jani hangot is próbálok hozni ma. Igen. Mondj már Jani hangot, igen. Hello. De Jani hétfőn valami nagyon nagy lendülettel szokott. Igen. Sziasztok. Sziasztok. Ugye, ezt szokta mondani. Igen, hát Jánosunk nincsen igazából, mert hogy beteg. Az influenza elkapta a családot. Utol érte az átok őt is, mint ahogy nálunk is mindenkit, kivéve engem, már családilag. Nem volt egyszerű hétvégém. Úgyhogy, hát igen. De influenza, vagy maradt az a kis gyomorbántalom, ami volt ez? Benni, milyen komolyodott a dolog, tehát gyomorbántalom, ráment a hasára, hurutos gyomor, gyulladás, és influenza, és orvos, és kiszáradás, és majdnem kiszáradás. Nem, meg tudtuk fogni, de hát kemény volt. Tegnap este volt először úgy, hogy elvett valamit a gyerek 3 nap után. Úgyhogy nagyon érdekes volt, de visszaszakköröztük, azért nem volt egyszerű. Mára a Viki is lerobbant, úgyhogy és Noel megszakkörözik 3-5 éjszaka. Úgyhogy hát nem ez volt a legteljesebb hétvégém azért. Boldog ember vagy. Négy oda mentem az Erkéhez, így elhúztam az ablakot, és azt mondom, külvilág. Hol vagy? Mit csinálhattok ti ott kint? Becsuktam az ablakot, hozd a porcot, cidd le az órát, csináld meg vizet, teát, főzd meg. Úgyhogy hát szolgálatban. Ne sajnál, szolgálatban semmit. Voltam. Ne sajnál semmit, csak ragyogó napsütés volt és 10 fok, tehát pont ez a kirándulós ízé, sétálgatós. Mindig, volt. Mikor mentem a patikába, megnéztem, hogy milyen idő. Tehát a patikába menet mindig láttam, hogy na jól van, akkor itt még vannak emberek, itt még süt a nap, még van oxigén, néha egy barátommal beszéltem, elmondták, hogy ők éppen mit csinálnak, törővas utaznak, ide mennek, oda mennek. Elmormoltam mindig egy halkan, hogy rohadjál meg. Finoman, hogy az ő is hallja. Úgyhogy hát beszűkült. Ez az, amikor beszűkül a hétvégét, tudod? Amikor otthon kell helytállni. De sikerült, ez a lényeg. Sikerült, muszáj volt, igen, úgyhogy hát hullunk. Ráadásul vikinfluenzás, akkor az előbb-utóbb. Azt ugye? Szokták mondani, hogy egy családban, bár akkor ezt most Jani meg tudja cáfolni, tehát ha anya beteg, akkor apa nem lesz. Mert érzi a szervezete, hogy neki ki kell tartani. Ha fordítva, apa kapja el, akkor anya nem kapja el. Igen, most ez egy meg... pszichés dolog, hogy nekem most igen. Ki kell tartanom. Igen, te nem omolhatsz össze, hiszen ott van hát, 3 ember, akinek szüksége van rád, tehát te vagy az, aki elmegy gyógyszerére, aki ápolja őket, tehát hogy te nem leszel most beteg. Most én de én mondom erre, Jani pont rácáfol, mert ott mind a 3-an kész vannak. Igen, ezt írta nekem tegnap, hogy ők most ott mind a 3-an. Igen, Mónika és Virág is oda van, és Jánosunkat is elkapta. Ugye a két lány már pénteken nem volt a rózsás helyzetben, meg ugye Virág nem is volt a szem iskolában, mondta Jani, de Jani még tartotta magát, bár ő se volt nagyon jó pénteken, de gyakorlatilag már győzött a betegség. Igen, viszont ami rossz hír, hogy mármint az influenzának, már nekünk, hogy plusz 10 fokok lesznek. Ez nem jó hír. Melegben jobban terjed? Ebben jobban terjed, hanem az, hogy hidegben elpusztul. Uh-huh. Ugye? Tehát melegben indul el. Na most hétvégére 8-10-12 fok, brutális tavaszi napsütés és tavasz, aminek majd meg lesz a böjtje márciusban, megint lesz, ülj át egy másik autóba, tudod, a szokásos. De hogy itt most az is elkapja majd gyerekek, aki eddig soha. Mert hogy ilyen melegben, hát itt mi lesz? Itt vérfürdő. De most például te hordozó lehetsz már? Hát nem hiszem, hát az azonnal kijön, uh-huh. Nem? Hogy hordozgatod egy ideig, és akkor utána egyszer csak... Nem tudom, lehet, hogy te hordozod, Zsül már nem tudja elkapni, mert ő volt influenzás, ugye? Tehát ő védett, ha egyszer már elkapod. Igen, ja, te már te perc, te hiányzott 3 napot. Már egész hétvégét végig szenvedte meg 3 napot, én vagyok még, akit ki tudsz lőni a világűrbe. Hát, vagy ha Jani úgy jön be, hogy ő még esetleg nem gyógyult meg teljesen, akkor hogy kilőjük egymást. Akkor ő is lehet az. Igen. Na, televíziózni se nagyon tudtam. Tudtál? Mire vagy kíváncsi? A Rising-nak a végére. A Rising-ra nagyon izgalmas alakult a dolog. A Karel Gott nyerte, vagy ki nyerte? Karel Gott kérdezik, ugye 4-en álltak a rajtkőnél tegnap este. Egyiket se tudom. Hát így neveket tőlem se kéri. Aha. Péter Schramek, azt megjegyeztem, Karel Gottot. Schramek, igen. Meg azt is tudom, hogy ki nyerte. Ugye elég középszerű. Hát ez egy érdekes dolog, mert ő inkább ilyen abban a korosztályban mozog otthonosan. Szerintem ő az a nagyon aranyos kis ajaj, a fiú unokám, milyen szépen énekel. Igen, típusú. Meg hát az a típus, akit ez az ország tovább juttat szerintem. Van. Tehát így, pontosan nem. Az a típus, amilyen országban élünk, itt ezt szeretik, ez sajnos tény, de őt itt kedvelik. A szakállas jó képességű fiú, a kicsit rokkos, ilyen nagyon jó kiállású fiú, ő esett ki elsőnek. Aha, na, nem tudom ki. Ő nagyon szomorúan vette tudomásul, szerintem a zsűri is, meg nagyon sokan, és akkor a mi Schramekunk jutott tovább.
tovább, a kislány, aki aztán végül is befutott, ezzel el is árultam a dolgot, a három nevű lány, én sem vagyok nevekben, és még van a kopasz szakállas fiú. A kopasz szakállas, tudom, hogy ki. Én nem nagyon néztem ezt a műsort, csak a vége érdekelt volna, csak el is felejtettem, hogy ment tegnap, hogy végül is kinyert, örülök, ha valaki megnyer egy ilyen műsort. Az olyan jó lehet, igen, nagyon, jó érzés lehet, hogy ki nyerte. Nagyon nagy volt a vége, mert ugye ketten maradtak, tehát Samek úr lettem a harmadik, és ott állt a lány, meg ez a fiú. Elkezdtek énekelni, és mind a ketten 52%-ra hozták ki. Már óriás öröm, hogy akkor... 104%. Igen, óriás öröngés ezen az oldalon, azon az oldalon. Már a Lóri kiabálja, hogy ki a győztes, amikor látják, hogy nem mozdul a fal. De mi az, hogy 52-52? Miért nem 50-50? Ez már túl megy a 100%. Mert nem úgy volt a 100%, hanem mindenkinek van saját 100%. Ja, ja, itt te hülye vagyok, persze. Azon belül kellett neked azt elérni. Föltornázni. És 52-52. És igen, és akkor aztán kiszámolták a tizedeket is, megmutatták, nagy dermed csend, és akkor a kislánynál, mindjárt mondom, Várhegyi Lukasz Palmira, így hívják a szem a lány. És ő 5 tizeddel jobbat teljesített, mint a versenytárs. 5 tized, és akkor ezzel megnyerte. Kicsit ilyen érzelem nélküli, az a kislány nem nagyon mosolygott. Aztán, sokat kapott lenn. Szerintem igen, de hát ő szerintem eddig se volt ez a nagyon nagy vidámkodó kislány, és akkor a végén megkérték, hogy még egy dalt énekeljen, az már nem ment, tehát a felénél ott viszont összeomlott. Az nagyon emberi volt. Az egy nagyon nagy, emberi nagy pillanat volt. Ha ott esett le neki, valószínű, hogy... Igen, hogy én nyertem meg, a szöveg elfelejt, teljes sírás, és akkor ott mindenki berohant, és boldogság volt. Szóval szerintem aranyos volt a vége, de nagyon-nagyon kemény verseny volt az utolsó. Én sem nagyon néztem, azért nem is tudom a neveket, így a Pálmirát most megjegyeztem, de hogy a második helyzet fiút hogy hívják, nem tudom, majd a hallgatók megége. De ő, a csaj, ő az, aki fekete, ugye? Igen, színes bőrű. Színes bőrű. De az édesapja, ugye? Igen. Az édesapja okán ő az, egy nagyon dekoratív, szép, hosszú lábú menyecske, jó kis göndör hajjal. De akkor azért az jó gyerekek, én tényleg nem nagyon láttam, csak úgy mindig drukkolok, ha valahol egy műsoron eredményt hirdetek, és mindig érdekel, ki nyeri meg. Meg ott hallom a jövő héten, 2 hét múlva, 1 év múlva, ez ugyanígy az X-faktorral kapcsolatban. De azért egy színes bőrű csaj nyer Magyarországon, azért arról azt gondolom, hogy ez mindenképpen szép eredmény. Igen. Ránk nézve is, szavazókra is, nem? Igen. Hát azért sokszor hallott, hogy ez az ország nem arról híres, hogy azért toleráljon. Tisztelet a kivételnek persze, de hogy van egy jelentős többség, ha lehet így mondani, nem is biztos, hogy többség, de egy jelentős tömeg, akik azért mondjuk ezt elutasítják. És ennek ellenére egy magyar műsort ma 2015-ben megnyer egy színesbőrű lány, az egy jó dolog. Ugye hát itt a nézők szavaznak applikáción így van, keresztül. Így van, igen. És ráadásul tehát, most ugye az utolsó körben a zsűri nem is szavazott. Ők nem is szóltak tehát bele. Ők csak véleményt mondtak, de nem is szavazott senki. A zsűri közül nem is lehetett nekik, tehát most tényleg az utolsó körben, az utolsó 4 ember között csak is kizárólag. Ez egy nagy dolog. Igen, szóval, ez egy nagy dolog, hogy van, akinek van esélye, és aztán meg is nyeri, nem? Megnyerheti, és odaér. Hát ez mindenképpen jó. Ugye volt még egy ugyanilyen olvasat a Péter Sramek személyével kapcsolatosan is, hogy ő ugye nem is tudott szegény magyarul a műsor elején, elkezdett tanulgatni. Hát most is volt baj a Majkának, amikor megpróbált vele szót érteni. Keresték a szavakat, és akkor ő ott el is mondta, hogy hát ő tulajdonképpen szlovák, neki ez egy fantasztikus dolog, hogy ő harmadik lett, még akkor is, ugye, hogyha azt hiszem az édesanyja természetesen magyar nyelvű, és ő tanulja a dolgot, de ebből a szempontból szerintem jelesre vizsgázott az ország, a szavazóközönség. Igen, egyébként tényleg. Ügyében is. Egyébként tényleg. Ez műsor sok helyen megbukott. Igen? Na, a legtöbb helyen megbukott. Na. Nálunk akkor sikeres volt. Érdekes, igen. De itt mondták a nézőszámokat, meg minden, nagyon boldog volt mindenki. Nagy öröm volt, örömködés volt, nagy, igen? Öröm és boldogság a végére. Jól néztek ki a műsorvezetők, minden szuper volt. Tűz a végén. Görög, tudatos? Német. Nem, csak kigyulladt az egyik kamera. Ja, azért, mert ugye nem mindegy volt a tűz, oké, csak hogy akarták el, hogy legyen, ugye, de mindig az számít. Na, nem néztem fokot reggel, nekem azt írja az applikáció, hogy -6 az lehet, nem, gyerekek. Szerintem nem, biztos. Az valami brutális elírás, egy tök melegnek éreztem, amikor kiszálltam a kocsiból. Nekem most -6-ot ír mind a 8. kerületre, mind Budapestre, de szerintem az túlzó. Tehát nem, biztos, hogy nem. Ilyen 0-1-2, tehát biztos, hogy pluszban vagyunk. És hát jön a napsütés, és jön a jó idő, nem is nagyon kell fölöltözni. Már csak azért pluszban most vagyunk, mert nem lehet megállni megint a híd alatt, gondolom, hogy már készülünk a holnapra. Ugye? Tehát már ez azért van, ugye itt a bejáró előtt szoktam én parkolni, és akkor hátra kellett menni egy másik utcába, egy kereszt utcába, ott tudtam letenni a Verdát, és ahogy gyalogoltam vissza, akkor éreztem, hogy ez nem mi lehet, -6. Láttam egy cikket hétvégén, a Flight Radar hozta le, hogy megérkezett állítólag a Putyinnak az előőrse,
egy négyhajtóműves, nem tudom. Az a nagy csapatszállító. Óriási csapatszállítóval, vagy nem is tudom mivel pontosan, egy olvasó le is kapta egyébként, hogy itt elbúgott valahol ott Kispest fölött, hogy szállt le. Megjött az előrs, gondolom a nem tudom, a páncélkonvoj alkotó elemei, meg a volgák, meg a mercik, meg a nem tudom, az S600-as fekete mercik páncélozva. Egy laza ilyen kis, mit tudom, négy hajtóműves kis IL 4026-tal leszállt az előrs. Még nem Putyin, csak úgy megjöttek a cuccok, tudod, ami ahhoz kell, hogy itt töltsön. Egy masszív 6 órát a fővárosban. Tehát Putyin. Ha Ferihegytől a parlamentig, minden kereszteződésnél áll egy usankás ember, akkor az nem rajongó. Hihetetlen. Ugye? A biztosítók. Hihetetlenül túl van biztosítva. Szerintem ezzel holnap foglalkozunk is majd. Mert hogy vannak nagyon jó biztonságpolitikai szakértőink, akik úgy elmondják, hogy hát mi volt itt a Merkel alatt, és Putyin alatt is mi van. Nyilván van egyfajta rivalizálás, hogy kit biztosítanak jobban, mondjuk Obamát vagy Putyint. Ebben tudom, hogy Putyin biztos, hogy rivalizál, hogy neki is kell legalább akkora felhajtás, meg különgép. De hogy mit tudnak hozni egy ilyen hatalmas repülővel, hát néztem tegnap a videót, nagyon szép volt. Emlékszem, amikor csinálták az elnöki Volgát, vagy igen, most már nem az. Nem, nem. Igen, de amikor csinálták az elnöki autót, akkor állítólag az volt a verdikt, hogy a főnök kiadta, hogy megkérdezte, hogy az Obamának milyen vastag az ajtaja. Na ezt mondta, és mondta, hogy jó, akkor... Egy centit tegyünk rá. Mondta, hogy nem baj, de mondták, hogy az már tök mindegy, mert ez minden ellen véd. Mondták, hogy nem érdekes, még egy centit húzzunk rá. Úgyhogy biztos, hogy van egy ilyen nagyzási hóbort is ebben a dologban. Na, hát és ugye 9 óra után gyerekek, amit egy ország tudni akar, és amire mindenki kíváncsi, hogy mi történt Sárváron. Ugye? 9 óra, 9 órára szervezzük? 9-re. 9 óra után hívjuk, ami, hát hogy is mondjam, szerelmes párunkat. Vagy nem szerelmes párunkat. Vagy azt a párt, akik szombaton összevesztek és hazajöttek. Semmit nem tudunk róluk. Ha te beszéltél is valamelyikkel, csak hogy akkor ne mondjál nagyon sok részletet. Nem mondok el semmit. Este fél 8-kor tegnap még egy kocsiban ültek. Na, hát ez... Ez több, mint amit vártunk. Ez több, mint amit vártunk. Több, mint amit vártunk, és, Júli. És nagyon mosolygott a hangja Anitának, úgyhogy... De kivel? Őt hívtad, vagy András? Őt hívtam. Jó, többet nem mondjuk. Nem, tehát, hogy túlélték a hétvégét, akkor ennyit tudunk elmondani. Aha. Hát most azt nem tudjuk, hogy érted. Akkor... Na most nem tudjuk, hogy honnan ültek egy kocsiban. Tehát lehet, hogy már szombaton visszajöttek, baleset is ebbé szerettem, és aztán még hazavitte. De majd meglátjuk. Ugye a múlt héten zajlott a nagy akciónk, hogy Ellen Valentin, vagy nem, ez nem jó szó, hogy Ellen Valentin, de a szerelmesek. A Singlik. Singlik Valentinje. Valentinje, igen, ha lehet így mondani, igen. Singlik Valentinje, ne csak a párokról szóljon ez a dolog, és hát elmentek ők ugye Sárvára, Miss Szerdával talán, ugye? Anitával. Igen. Miss Szerdát választotta. Igen. Érdekes lett volna, Miss Csütörtököt választja. Miss Péntek is jó volt. Ja, mindenki jó volt. Még Miss Kedd is, csak máshogy. Máshogy volt jó. Igen. Úgyhogy 9 óra után hívjuk majd őket, és megkérdezzük, ki hol vette föl a másikat. Tényleg nem ment el érte. Ez megosztó volt. Hát, a megosztó nem biztos, hogy jó szó. Szerintem ott nem volt az, aki ez megosztott. Ott mindenki azt gondolta, hogy András ugye benyögte, hogy mivel ő veszprémi, és Anitánk volt fehérvári. Nem, budapesti volt, és azért mondta... Találkozzanak Fehérvárral, lefejeltem itt a pultot. Figyelj, szerintem az volt mögött, az hogy nem akart mindent odaadni egyből. Tehát, hogy nehogy azt gondolja Anita, hogy ő most megőrült érte, hogy itt most teljes szerelem... Sokkal racionálisabb okai voltak ennek szintén. Drága a benya! Hát jó! Drága volt az mit a rohadt benya. Erre? A másik oldalt is képviselni kell. Azt mondta, hogy akkor te is tegyél meg annyit, ez a mi első közös hétvégénk. Lássam, hogy te is meg akarsz tenni érte valamit, és akkor te legalább gyere el Fehérvárig. Én is elmegyek Fehérvárig, és onnan elviszlek. Igen, mert ott vette föl végül. Mm. Tehát ott találkoztak, ugye tulajdonképpen félúton. Tehát van, aki lement Budapestről Fehérvárra, valaki pedig Veszprémből följött Fehérvárra. Ugye? Így van. András, igen, tette igen, meg igen. Ezt az utat. Aztán lehet egyébként, hogy beszéltek, tehát lehet, hogy lesz meglepetés belőle, amikor ma fölhívjuk, és azt mondja az András, hogy ő fölhívta az Anitát, és eljött érte Budapestre. Tehát lehet, hogy megjött az esze, nem tudom. Hát ha hallott minket még 10 óra előtt, akkor lehet, hogy odaszóltak neki a verő, hogy figyelj. Ha hallgatok a baléket, igazuk van, menj már érte. Menj már érte. Na mindegy, ezt is megkérdezzük. Hát kíváncsi vagyok, hogy hogy telt. Hogy telt a vakrandi? Hogy telhetett? Mi az, amit te most gondolsz a két emberről? Hát most ugye Juli nyilván elmondott egyfajta olyan dolgot, ami azért már így előreveti dolgokat, ha ők még együtt voltak, tehát hazamenettel akkor nyilván nem volt.
Szerintem minden megtörtént, aminek meg kellett történni. Jól érezték magukat, hogy lesz-e folytatás, az itt inkább a nagyobb kérdés, de az, hogy nekik ez most jó volt, és két fiatal jól érezte magát, abban biztos vagyok. Hát ilyen körülmény adott volt, ráadásul egy hullámoszon voltak, úgyhogy szerintem. De békés egymás mellett élés volt, megbeszélték pénteken, hogy mentek lefelé, már ott kiderült, hogy figyelj, nem történhet semmi, de azért érezzük jó magukat. Szerintem nem. Szerintem minden, aminek ilyenkor meg kell történni egy vakrandin, az megtörtént. Szerintem ilyen. Tehát ha fogadnom kellene, akkor arra fogadnék, hogy... Hogy van egy kis zsizsgés. Hát ugye, aki azért beleszáll egy ilyenbe, és igen mond erre, azért az szerintem számol azzal, hogy azért itt lehet, hogy lesz kaland. Mondjuk pénteken megérkezünk, egy nap ismerkedés, a udvariasak, hogy nem történik semmi, de szombat este már miért ne történhetne? Nem? Már hát, csak oda söndörödsz a másik hát mellé. Hát csak oda. Hát azért egy szobában alszotok, nem? Együtt vagytok, akkor már kicsit lelazultatok, úgyhogy hát ez szerintem, na mindegy, meglátjuk. Jó, 9 órakor kiderül. 9 óra után hívjuk, így van. Na nézzük, mit írnak a hallgatóim, mert hogy vannak már korán reggelkelők, akik velünk együtt ébrednek. Azt mondja, hogy... Putyin külön Porsche-t csináltatott magának. Annyi volt a lényeg, hogy nagyobb, erősebb legyen, mint Obama. Nézzétek meg a Google-on. Obamának van Porsche-ja, hát azért nem nagyon szeretett. Lehet egyébként neki. Igen, az a baj, hogy a testőrség nem nagyon fél el, tudod? Igen, tehát, de lehet, nem tiltakozom, csak ez így érdekes, igen. Azt mondja, hogy Váci buszmegálló -5 fok, Puszi Fanni. Igen, én mondtam, hogy melegebb van, de van egy-két hely, ahol hidegebb. Gyöngyük utca -4, akkor mégis csak reális. Lehet, hogy... Akkor lehet, hogy én nem éreztem. Pilisvörösvár -5 fok. De és milyen a Verda? Nem mutatta? Nem néztél rá? Hogy kézzel, mennyi... hogy elfelejtettem. Ja, csak tehát, előre. Mi? Valahogy úgy most úgy jöttem, ott mindent hallgattam, ilyen zenét, olyan zenét, és magunkat, és közben valahogy elfelejtettem ezt megnézni, igen. Kocsiban -5 fokot mutat a mérő. A mérő. Aha. Aztán megjöttek a feláldozhatók, az nem tudom, mire vonatkozik, keresztúr -4. Atya, úristen. Aztán Kálai Sanders is nyert. Ez arra vonatkozott, hogy milyen jó, ugye, hogy egy színes bőrű lány nyeri meg. Ja, igen, igazad van. Hát sőt, még ugye a dalt is képviselte hazánkat Euróvízióban, úgyhogy igen. Tök jó. A nap kérdése mi volt Sárváron? Hát ez egy jó kérdés, igen. 9-kor kiderül. Jugalom. Na, tegnap pont fel akartam menni, vittem a gyereket orvoshoz délután, Rákóczi hídra. Erre kiderült, hogy ott kamionok állnak. Terhelés meg villamosok. Volt. Na most az tök jó, hogy átment a híd. Azon gondolkozom, hogy fordítsuk meg a dolgot. Mi van, ha azt mondták volna, hogy nem megy át? És mi van, ha ne? Akkor felszedik a sineket, vége, vagy ott marad a lerakott sín, hát és mutogatják országvilágnak, hogy az egyetlen olyan híd, amin átvitték a villamosint, úgy, hogy egyébként soha büdös életben nem megy át rajta villamos. Hál' Isten, lesz villamos közlekedés. Így van, de hát nyilván meg lehetett volna erősíteni, tehát hogyha nem megy át a terhelésen, de az is milyen, tehát állnak rá a kamionok, és az első recsenésnél azt mondják, hogy jaj, gyerekek, vissza mindenki! Elkezd repedni a betont. Tolassam! Na, de tényleg, de hogy mérik? Tehát hogy van a terhelés, hogy állnak rá folyamatosan? Állnak rá, és gondolom egy centit, ha lejjebb megy. Ugye vannak ezek a kis csávok, akik állnak hasonlóan, mint a rendőrök a kamerával, és nézik, és ugye megnézik, hogy mondjuk mennyit süllyed a híd. És akkor egy centi az X tágulásnak felel meg. Hát most azért ebből még azért nem állnék neki vizsgázni. Szóval most azért, hogy még meg kéne mennem egy ilyen vizsgálat, ez még kevés lenne. Nagyon jó Balázs, na akkor mikor kezd el a tételről beszélni. De nagyjából így gondolom, és akkor megnézzük, hogy 2 cm elmozdulás a hídon, az mondjuk X terhelésnek, X mozgásnak felel meg, és akkor az tartományon belül van, vagy nincs, álltak ezekkel a kis háromlábúakkal, és nézték, hogy mozog-e a híd. Ott állt rajta X kamion, 6000 villamos, nem tudom, jól ráhajtottak minket, nem tudtam felmenni. Aztán később elolvastam, hogy volt ennek az oka, de átment a híd. De miért nem mondtad, hogy te is részt akarsz venni? Hát olyan súlyokat mozgatnak ott ezen kis... Engedjenek föl, én is benne akarok lenni a terhelésben. A kis 2000 kilommal, igen. De lesz egyes villamos közlekedés. Ez egyébként örülök. Szóval, ha már letettük a sínt, ha már átvittük, ha már megcsináltak a megállókat, tök jó, hogy fog közlekedni villamos. Nem? Igen, a sorrend picit fordított. Az olyan magyaros, de egyébként jó. Tehát ez egy jó hír. Meddig megy el? A másik oldalon. Hengermalomig? Igen, ráfordul még a Fehérvári útra, azt láttam. Ne hülyeskedj. Átmegy egy balossal, lejön, jön, és onnan még megy egy jobbost át a sineken. Tehát bemegy egészen szépen. Tök jó. Rákötik egy másik villamosnak a csatlakozására. Úgyhogy ez egy jó hír. Átment a híd, is akkor lesz közlekedés. Mikor indul? Zsültem itt fővárosi közlekedő szakember. Ez még szerintem idő. Még le kell vizsgáztatni a villamos vezetőket, azt olvastam. Ez egy érdekes dolog. Mire?
arra, hogy ott valami különleges közlekedést igényel a dolog, és átvizsgáztatják a villamos vezetőket, hogy ott át tudjanak menni. Nem tudom, hogy mi különbség van. Egyébként mész a hídig, van egy papírod, majd a hídhoz egy külön papír kell, de hogy... Plusz vizsga, balos kanyar. Plusz vizsga, ki kell őket képezni. Lejössz a hídról, túl nagy a kanyar, aztán meg van egy másik is. Érdekes. Egyébként érdekes. Nem tudom. De és azt olvasom, hogy október. Tehát mire az engedélyek, mire a villamosvezetők, mire mindenki az október. Még nekem tök minden, mert kocsival járok, de drukkolok azoknak, akik arra mennek majd, mert az jó. Na, hogy állunk játékkal múlt héten, mi volt? Megnyertük, azt hiszem 4-1-re sikerült vinni, tehát 6 teljes nyert hét áll mögöttünk. Ebben az évben gyakorlatilag végig mi nyertünk. De az jó. Az nagyon, nagyon, 6 teljes nyert hét, 4-1 volt, igen, a múlt heti egyetlen egy játékot te engedtél el, viszont nyertél még 2-3, úgyhogy egy szavunk nem lehet, tehát csodálatos teljesítménnyel vágtáztál. Behúztuk, persze. Behúztuk. Jól van, aki szeretne velünk játszani, indítani ezt a kicsit reménytelennek tűnő hétfőt, ugye, mert mindig úgy hívjuk, bár egyébként napsütés lesz és szép idő, úgyhogy ez már nem is annyira reménytelen. Írjon nekünk SMS-t, egészen nyugodtan, jó SMS számunkat mindenki tudja, 6:30 van pontosan, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a játékkal a hírek után. 9 perc múlva. Egy kis szerelés, 9 perc múlva pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánom mindenkinek, ez a szám még mindig jó. Egyébként. És még jó is lesz egy darabig, meg mondjuk. Mark Ronson, igen, és Bruno Marte, tényleg jó kis dal. Na, Jánosunk ma nincsen, és Ákos sincsen, gyerekek, ha minden igaz, akkor Ákos tényleg a kórházban? Azt a minden. Élő szülés közvetítést akarok, szerintem csörögjünk rá, biztos csak erre vágyok. Igen, mondja el, hogy mit lát, hogy hol tart, hogy tényleg kint van, nincs kint. Fia lesz, lánya lesz Ákosnak? Ugye? Gyerekek, itt ülünk minden igen. Reggel, milyen cikihez, és ennyi minden nem tudunk egymásról. Ugye, amíg Ákos nem itt ül velünk, ő kimegy aztán, amikor elmondja a híreket, és szerkeszt, dolgozik egy másik szobában. De mondta, szerintem férfi. Lány. Férfi? Vagy lány. Akkor teljesen másra emlékszünk, tökéletes. Mikor jött az értesítés, te tudod, Zsül? Aha. Hogy már úton vannak a kórházban? Igen. Na, lesz valaki, aki valójában megért engem. A nem alvások. Nem mert miért vagyok, mondja, igen, szegény, tudod, de hát ez nektek már rég múlt, ugye? Annának is próbál szolidáris lenni velem, de hát ez már azért régen volt. És akkor ketten fogtok itt ülni. Ketten támasztjuk. Te se, én sem, ennyit, semmit, te se, jó. Akkor jó. Hát igen. Na, drukkolunk Ákosnak, majd ha van valami hír, akkor azért az természetesen mondjuk. Na, Janinak is családjának jobbulást kívánunk, átadjuk ott, igen, mind a hárman, szegénykék eléggé betegek. Etele-Fehérvári kereszteződésig megy a villamos, ezt Mikey küldte nekünk. Köszönjük. Kérdésre, ugye az volt, hogy meddig megy az egyes. Aztán azt nézem, hogy van, aki már hárosugrásra jelentkezik, de jó Isten! Be akarja biztosítani a helyét, fia, szerintem a játékaink közül az ugye egyrészt az a tudás alapú, tehát az a legnehezebb, másrészt meg azért vannak a legnagyobb ajándékok. Már most írt, igen. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk, még nem hármas ugrás játszunk, Fekete-Fehér igen nemet, és ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ez egyedül mindig kicsit nyomorult. Ez nagyon szánalmas, de ha kihagyod, akkor meg az a nyomorult. Akkor az ágyem, ilyen megy el a hangom. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok, Feri vagyok. Hello, Feri, honnan hívtál minket? Feri. Budapestről, mit csináltál hétvégén? Mit csinálsz most? Mit dolgozol? Nem mesélj neki arról, hogy a napsütésben sétáltál, mert rosszul lesz. Igen. Volt valami jó? Hétvégén pihentem. Na. Tévéztem, most meg dolgozom jelen pillanatban. Mit csinálsz? Mint takarító cégnél vagyok, takarító. Takarító cégnél. Aha, irodákat, lagásokat, mit takarítasz? Így van, iroda, lakás, lépcsőház. És most éppen hol tartasz? Hol tartasz? Most egy kis szünetet tartok a játék kedvéért. Letetted a partvist, vagy a vödröt, vagy a portalanító rongyot, vagy mi volt a kezedben éppen? Éppen felmosóvödő. Na, de gondolod, hogy lerakod kicsit, agyonvágsz minket, aztán utána megy tovább a munka. Mindig ugyanoda jársz vissza, vagy reggel jön egy telefon, hogy most ide kell menni, vagy amoda, vagy van egy hétfőn ezt az irodaházat, kedden amaszt takarítod? Hát körülbelül így néz ki az egész, igen, hogy minden napra megvan, hogy mit hol kell csinálni. Aha. Kivel szeretnél játszani?
Balázs veled szeretnék. Gyerekek, jó. Én állok rendelkezésetekre, bár örülnék egy olyan hétnek, amikor legalább tudok egy napot pihenni. Hát csak mondom, hogy a múlt héten azért három embert kinyírtál, úgyhogy Ferikém, nem tudom, köst fel a gatyát. Már terepen vagyok, már lovaglom. Ha még idén is játszanánk, hogy hol vagyok, ezt abba hagytuk, ugye, de már visszajöttem. Igen, mehetünk? Mehetünk. Na jó, Feri. 3, 2, 1, tessék! Na, itt vagyok, figyelek. Én is itt vagyok. Hogy telt a hétvéged, Balázs? Nehezebb hétvége volt, meg kell, hogy mondjam, nehezebb volt. Beteg a család, úgyhogy nekem kellett helytállni. Patikába menni, orvoshoz vinni a gyereket, és hasonló szépséggel keveset aludtam. Neked jobb volt? Nekem jobb volt. Van család? Van. Van egy párom. Na. Jól meg vagyunk. Jól meg vagyunk. Fél éve együtt vagyunk. Aha, gyerek is van? Az ő részéről van egy gyerek, igen. Van egy gyerek. Ott a vége! Oh, ott a vége, Feri! Van egy gyerek, igen. Pedig a nyugodtan játszottál, nem volt kapkodás, érted semmi, és aztán egyszer csak nagy adjál még az üsdobnak. Na jó, akkor átváltunk erre. Nem tudom le. Nem áll le. Zsül, nem áll le. Ah, de jó, nekem ezen nincs bajom. Nézd meg, annyira még húzzuk az időt, még próbáljuk a feszültséget. Ferikém, ott kimondtál egy igen. Tudom, sajnos. Na most közben megállítottuk, igen. Hogy pedig jól játszottál, csak ott egyszer csak elkezdtél egy kicsit beszélni, és ott bedurantottál egy igent. A gyerek kérdésnél. Igen. Legközelebb. Jó, rendben. Jó, ne keseredjél. Azért remélem, hogy lesz erőd még dolgozni, vagy hát. Persze. Jó, helyes. Köszi a játékot. Köszönöm, sziasztok. Ciao. Szevasz. Hello. Gyerekek, ennyi. Elkezdtük. Bekezdtük. Nincs. Ez az év a tiéd. Nincs kegyelem. Ez visszatértünk. A visszatértünk a játékba. Most már azért hetek óta. Ugye? Így is van, olyan mondtam, a múlt heti 3-as győzelem után, ez most már csak egy ilyen öröm ünnep lesz, mert most 4 győzelmet tudsz megcsinálni ezen a héten. Nem, most már picit hagyjatok be, hagyjon mindenki békén, tényleg. Van nekem elég bajom, van nem alvás és a beteg család, úgy mint Janinak, úgyhogy 1-0. Kicsit gyönyörnék, igen. 66-os úton a mai Szent Balázs és a mai nap Szent Balázs és Gödre között forgalomkorlátozás lesz az útszéli fák ápolása miatt. Ezt Tomek küldte nekünk. Köszönjük szépen. 3 perc pontosan 7 óra. Jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Morning Show, a Klasszon. Hello, Feri! Hello! Kicsit megfogyatkozva vagyunk, mert hogy Jánosunk hát szegényként beteg lett. Otthon tartotta a frontot egy ideig. Hasonló a helyzet, mint nálunk. Hogy ugye hát beteg mindenki, aztán János volt az ételszállító, a gyógyszerhozó, a hírvivő, a lángőrző, és aztán bedöltő is. Pénteken még elment krémesért, igen, és fekete erdőtortáért. Igen, vitte a családnak a tápot, és utána ő is bedölt szegényként, úgyhogy János sincsen. Nálunk hasonló a helyzet, mindenki beteg. Most már Viki is, úgyhogy lehet a hét második felében. De. Sokak megkönnyebbülésre. Én nem leszek, egyelőre kitartok. Gyerek, én nem tudom, mi van, de ez most gyilkos. Tehát az óvodában az óvónők nagy része kidőlt szegények, a gyerekek betegek. Én nem tudom, hova mutálódnak még ezek a vírusok, vagy hogy ezeket valójában mindig az idei évet, vagy az aktuális évet érezzük a legkeményebbnek, de ez most horror. Tehát, hogy mindenki balra jobbra dől. Mert ez most nagyon támadós. Ez nagyon támadós, nagyon agresszív. Igen, már az alapvírus is nagyon gyilkos volt, azt mondták. Ugye aztán történt valami olyasmi, én jól olvastam, hogy jól emlékszem, hogy más ellen kezdték el oltani az embereket, mert annyira gyorsan mutálódott a dolog. Hogy nem volt jó ellenoltás, igen. És akkor utána meg most még csavart egy a saját magán, ez az időjárás, ezt elmondtad, a 10 fok neki nem kedve, illetve neki kedvez, nekünk annyira nem. Úgyhogy semmi, pihenni kell. Állítólag, ha már otthon vagy, tehát ha már levert a lábadról. Nem is tudsz vele mit csinálni, hát nagyon fekszel. Nem. Nagyon nem, de tényleg gyilkos egyébként, igen. Na nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy Győr-Szemere belterületén Fejér szádból mérik a Győr felől érkezőket. Ezt Kóbi küldte nekünk. M3-ason 204-es kilométer Nyíregyháza felé most készülnek mérni a rend őrei. Ezt Pisti üzeni. Aztán... Tegnap Cirque du Soleil előadás 2 sorral feljebb ült tőlünk Matt Damon és teljes családja. Ez itthon volt Cirque du Soleil? Cirque du Soleil, igen. Nagyon lazák voltak. De jó. Írja nekünk egy hallgató. Aztán lefizetitek a játékosokat, vagy ilyen lúzerek Magyarországon az emberek? Ez szánalmas. Jelentkezni fogok a játékra, és úgy elverlek benneteket, hogy még egy év múlva is ezt a vereséget fogjátok emlegetni. Hajrá!
Hajrá, pont a hétvégén beszélgettem egy volt játékosunkkal, aki szintén kikapott, és pont tőled elmondta, hogy volt benne egy ilyen kis tüske. Igen? Igen. Tüske marad azokban, akik kikapnak. Nyilván aranyos volt, csak elmondta, hogy ő nagyon jó játékos, és higgyük el, hogy mindenki, tehát területi bajnok, de amikor ide bekerül adásba, akkor egyrészt velünk beszél, ketyeg az óra, tudja, hogy az egész ország hallgatja, szóval hogy egész másról szólt a dolog. Kicsit megszorul az ember ott. Ja. Igen, igen. Azt mondja, hogy Morgan arcok, szerintem sikerült kiszúrnom a párt pénteken este a sárvári fürdőben. Tehát már nyomon vagyunk, átmentek a fürdőbe, ugye kaptak belépőt. Szerintem jól választott András, elég szemrevaló volt a leányzó. Sötétkék bikinit viselt, szőke Kleopátra típusú haj. Ő az akkor, aha, ugye ő az, igen. A bikinit nem tudjuk, de a szőke hajat igen. Mosolygós arc és egész jó kis tepertő volt alatta. Te nagy vagy. Ahogy megfigyeltem, elég cserfes szájú volt. Bandi hozta a visszafogott formáját. Kicsit esetlenek tűntek, de nagyon aranyosak voltak. Gondolom, megírom az észrevételemet. Ezt Tóbi küldte nekünk. Vagyis, akkor a legfrissebb hír most a Gerle párral kapcsolatban, hogy péntek este már átdobták kicsiny testüket a sárvári fürdőbe. Ez jó? Éjszakai valentines fürdőzést hajtottak végre. Na, azért azt mondom csak, hogy Tóbi is elment ugye erre az éjszakai fürdőse, és csak ezt figyelte szerintem. Tehát kék bikini, nagyon jó tepertő alatta, szőke haj, Kleopátra haj, tehát mindent tud a nyertes lányunkról. Tök jó. Ez mindenféleképpen jó, igen. Hát kíváncsi vagyok, ugye 9 óra után hívjuk őket, és megnézzük, meghallgatjuk az élménybeszámolót, hogy kitől azt még eldöntjük, szerintem mindkettőjüket adásba tesszük majd, és aztán elmondhatják, hogy mi történt, lesz folytatás, nem lesz folytatás, hogy hogy állnak most? Kattints rá a piros jelre, légy szíves. Én bepirosoztam most egy SMS-t, mert van egy másik szemtanunk, illetve fültanunk, ha akarod. Nézd meg. Ne, de ezzel ellövöm. Ezt nem akarom. Jó, oké. Okay. De ez kamu szerintem. Jó, oké. Okay. Anna, hívd már fel a pirosat, légy szíves. Jó, hogy kamu-e. Van, aki már azt írja, hogy Andrásék melletti szobát sikerült lefoglalni. Már úgy mentem oda, igen, hogy azt a szobát kérem, ami mellettük van. Igen, már igen, bejelentkezik. Andrásék érkezik. Nem tudom, milyen Andrásék a Class FM Morning Show-ba egy játékot, és szeretnék mellé becsekolni a szobába. Csicsika írja, hogy szemés fültanúja volt annak, hogy ők beköltöztek ebbe a szobába. Meghallgatjuk majd. Nem mondunk többet erről. Jó, mi is kíváncsiak vagyunk egyébként, tényleg. Jó, jó. Szerettük ezt a játékot, nem? Nagyon helyes, jó helyes volt. Helyes volt, és hát jó volt ezt hallani. Kicsit még talán irigykedtünk is, nem? Hogy azért ez egy jó kaland azoknak, akik ezt megtehetik. Na, egy érdekes dologról beszélünk néhány mondatot, mert hogy egy ismerős család mesélte, és a dolog egyébként tényleg szerintem megdöbbentő, hogy... Hogy működik az, hogy te gyermekedet, ha te elengedett moziba, akkor tulajdonképpen bármit megnézhet. Ugye most van ez a nagyon felkapott, számomra egyébként teljesen közhelyszerű és dögunalmas szürke 50 árnyalata. Ami óriási siker Amerikában, könyvből, hatalmas sikeret, és most megcsinálták a film változatát, hát mindenki, aki ezeket nem éli ki, nem éli meg, és 40 pluszos, és nincs tartós kapcsolata, az most ódákat zengerül a könyvről. Aki csinálja, az pedig azt mondja, hogy Jézus Mária. Micsoda, mekkora baromság. De hogy mi? Totálisan gagyi a sztori. Igen? Nagyon, hát az egész nagyon. Hát az, hogy van ugye egy milliárdos fiú, aki önerőből lett ilyen nagyon gazdag, meg egy titkárnő, aki ugye kicsit szürke, és akkor az ő szerelmi életük. Az ő szerelmi életük, és mindenféle durvaság, ami benne van, de nem is akarom kifejteni ezt a dolgot. Aki ismeri ezt a könyvet, az úgyis tudja, miről van szó, vagy a filmen. És van ennek a családnak egy 13 és fél éves gyereke, aki leányzó, és ők elmentek a barátnőikkel moziba. És azt mondták otthon, hogy moziba mennek. Anyukat lehet megnézni. Mit néztek meg? Elmondták, hogy mit néznek meg. Nyilván biztos, hogy azt mondták, amit megnéznek. Majd simán egyébként átverekedve magukat a jegypénztáron egy ilyen 13 fős, 13 éves lánytársaság vidáman megváltotta a jegyet erre a filmre. És beültek, és megnézték. Milyen korhatáros a film? Hát ez 16, 18, 16-os? 18-as szerintem. 18-as, na most én nem vagyok se prűd, se azt mondom, hogy előbb, tehát tudják már a 13-14 éves tínédzserek, hogy miről van ott szó. De azért ott van szó olyan dolgokról is, amit még nem biztos, hogy minden 13 éves tud. Nem? És ért. Tehát az együttlétek egyfajta durvább kifejezés módja. Finoman fogalmazok. Hogy ez ilyenkor kinek a felelőssége, vagy hogy tud beülni egyébként 10 darab 13 éves
Szerintem egy ilyen filmre. A jegykiadónak a felelőssége elsősorban, és utána pedig annak, aki beengedi a moziba. Tehát két szűrőn is átmész. Most azért tudjuk, hogy a mai 13 éves lányok már tudnak úgy kinézni, mint hogyha 22 lennének és túl lennének mindenen. Tehát egy kis smink, meg egy olyan öltözet, el tudod hinni, hogy már elmúlt 18. Azért mégis durva, hogy 13 évesen beül a gyereked és megnézi. Igen. Én értem, hogy persze a szülő, oké, kérdezze meg, mire megy a gyerek, nem biztos, hogy megmondja. Nem? Vagy lehet, hogy elmennek moziba, de nem tudják, hogy mit néznek még meg. Vagy nem volt jegy, amit tudom, Pocahontas 4-re. Hát az másik kicsi másik végvet, igen. De hogy ilyenkor, mert én emlékszem, hogy régen, amikor mi be akartunk ülni olyan filmekre, mint a Poseidon katasztrófa, amikor én gyerek voltam, hát úgy rúgtak ki a moziból, nem lehetett, és nem olyan mennyi. Szigorúan nézték azt, hogy te hány éves vagy, és kértek el, mit tudom én, nem tudom, személyigazolványt, vagy bármit, hogy a fenébe ülnek, mint a 5 darab 13 éves gyerek a szürke 50 árnyalatára. Hát azért ez kemény. Hát vagy megvetetik valakivel a jegyet, az is elképzelhető, hogy van egy felnőtt ismerős a csapatban, aki odaáll, és akkor tőle nem kérdezik, ő kikéri a 6 jegyet, és akkor már csak egy szűrőn a jegykezelő fiún vagy lányon kell átjutni. Tehát ez lehet a megoldás, vagy egész egyszerűen senkit nem érdekel az, hogy te hány éves vagy, amikor moziba mész. Ami a 18-as karikánál, mert egy 12-eset egyébként, ha egy 11 évesen megnézed, szerintem ott még nincs olyan katasztrófa. De akkor most 18-as karika, az meg komoly. De most már a gyerekek arra ülnek be, amire akarnak? Szerintem igen. Szerintem igen. Vagy hát ebben az esetben egész pontosan ez történt, hogy nagyon nem kérdezte meg tőlük senkit, de valószínűleg a legtöbb helyen ugyanez van. Mondjuk kevés a 18-as karikás film, tehát 12 meg 16 ez szokott lenni, ez most 18-as, legalább itt oda kéne figyelni. Mert mondom, a 12-es, ez tök mindettől, a 12-est azt arra adják, hogy az alatt a kor alatt még a fejlődést nagyon befolyásolja. Hogy lehet, hogy nem jó. Igen, így van, nem jó, mert erőszakos jelenetet tartalmaz. A 18-as karika az már nem vicc. Szerintem ott nagyon oda kéne figyelni. Mert igen, ugye az volt, hogy álltak. A bent ugye emberek a jegyszedőknél, tényleg te mentél gyerekként, és ha a szülővel mentél, akkor is megkérdezték, hogy a gyerek hány éves. Ez valahogy régen nagyon szigorúan szankcionálták, nem? Hát az én emlékszem, hogy ott álltak a szüleim, mondjuk, hogy bemenjünk, ne menjünk, és engem nem engedtek be, aztán persze nyilván ott hagytak be, mert beültek, addig még ültem a ruhatárba. Fölakasztottak, gondolom, egy ilyen vágfát. Beadtak egy bilétáért, fölakasztottak, és ott ültem. Balázs, csak másfél óra, kibírod. De hogy azért ez durva. Én szerencsés voltam ebből a szempontból, mert ugye én mindig nagyobb voltam az átlagnál, egy kicsit, úgyhogy nagyobbnak, idősebbnek néztem ki. Tehát volt, úgyhogy egy komplett osztálynak én vettem meg a jegyet, amikor mi még nem mehettünk volna be a moziba, ilyen 16-os meg 18-as karikás filmre. Én ugye odaálltam, jó mély hangom volt akkor, és akkor meg nagyobb darab voltam, tehát nekem kiadták. Te már 12 évesen is úgy néztél ki, mint éppen ballagnál. Pontosan. Igen, csak még a szellemi érettség nem volt meg hozzá, ez azóta se jött meg. De testileg azért én nyilván át tudtam ezen a rostán menni, és én meg tudtam venni a jegyet, de ott jött mindig a második dolog, hogy a többieket beengedik-e. Mert tőlem nem kérdezte meg senki, hogy vagyok-e már 16, viszont a 15 éves, 14 éves osztálytársaimtól meg igen. És akkor ott ment az alkudozás, hogy nem olyan film, ezt tessék elhinni. És volt, hogy sikerült magunkat bedumálni, de volt, hogy eltűntek. Igen, és mondott még valamit, várjál, csak nem emlékszem pontosan, mit mondta, a diák igazolványról mesélt nekem, hogy diák igazolványjal vették meg a jegyet. Ugyanaz. Ők 13 és fél évesen vettek diák, tehát még diák kedvezményt kértek a 13. Igen, tehát hogy diák igazolvány jegyel tudták megvenni a jegyet, érted ezt? Hát figyelj, van. Hogy azért ez így nagyon meleg, hogy valami, hogy mit szeretnék, két darab jegyet szeretnék a szürkeltben. Hány éves vagy? Már 9? És lehetőség szerint és előre. És az anyukám beült a Costa Caféba, jót egy kávét, hogy átment, vásárolt, eddig elegedett 2 órára. Hogy hívják az öcsére? Péter, hány éves? 8. Szeretnénk beülni a szürke ötvenárni. Jól van, mutassátok a diák igazolványatokat. Beültek a diák igazolványa, mondjuk odaadják, és beülnek, és megnézik ezt a filmet? Hát azért nem örülnék, a gyerek hazajönne, és azt mondja, hogy figyelj, anya, megnéztük ezt a filmet. Miért kell fölvenni az együtt létekhez állarcot? Tudod? Miért kell az embereket megbilincselni? Hát is így csináljátok apával? Szóval tényleg nem vagyok. Vannak kérdések. Kiúzod az éliszek, hogy szörnyű dolgokat. Egy-két izgalmas. De hogy azért tényleg a gyerek azért valamit még nem tud erről. És az még jó, hogy egy ideig nem tudja. Majd aztán nyilván olyan pasia lesz, hogy megtapasztalja, vagy mit tud 20 évesen. De azért 13 évesen 2 darab diák igazolványa ne adják már ki a gyereknek, hogy bevegyen. Mert a diákon rajta van a születési évszám. Hát ugye, tehát ha kedvezményt akarsz, mert az nyilván főiskolásnak is van diák igazolványa, tehát ő is igénybe vehetné a kedvezményt, de azért csak meg kéne nézni. Itt merül föl az a kérdés, hogy a szülőnek vajon nem kéne ezt megakadályozni.
De hogy tudod megakadályozni szülőként? Én pont ezen gondolkoztam. Hogy akadályozod meg? Hát a gyerek azt mondja, elmegy moziba. Jó, mit néztek meg? Transformers 3, mit tudom én, a Pókember 8. Hát nem tudod, hát 14 évesen azért már a kamasz nem ászott mellette. Elkecsölsz a moziba, meglesed, hogy a gyerek hova veszi mire egyet. Mire megy? Leselkedsz egy popcornnal az osztop mögül, és megnézed, hogy jó van, akkor most John Travolta filmről, akkor mehet. És a szürke 50 árnyalatára, akkor még eléveted magad, és azt mondod, hogy eljej, ide nem. Hát a gyerek ilyen korban már azért... Vagy mondjuk nincs egye, és ott megalakul a társaság, három tinicsa, és azt mondja, mire üljünk. Hát ez legyen, nem, ez. Legyen ez. Tehát ott a gyerek már nem mondja azt, hogy jaj, nekem az anyám nem engedi. Nem, nem életszerű, hogy te ezt leköveted mindig, és ott állsz mellette. Bemész a vetítésre, meg állsz az oszlop mögött. Tehát megvárod a, megvárod a reklámokat, mert ott még bármi lehet. És ahogy a főcím feljön, akkor, ha ez szürke 50 árnyalatok... Pistike, hol vagy? Gyere haza! Állj föl, Pistike, megtalálok. És mint régen a nénik, tudod, zseblámpával. Zseblámpával megyek. Elnézést. Nem látták a gyerekemet? Pistike, te bűnös kalak! Gyere ide, te meg, úgy megvernek! Szóval érted, te nem tudod. És azért most a szülő, tudod. A szülő most elmehet a moziba? És megkérdezheti, hogy engedték be a gyerekemet? Hát na ez az. Na ez az. No? Hogy a gyerek, nekünk mesélt a barát, a gyerek hazajött, és kérdezett három olyat, hogy az anyának keresztbe állt a szeme. Mert hogy azért ebben a filmen történnek olyan dolgok, a felnőtt fejjel nekünk ez már azt mondott, hogy dögunalma sztori közhelyszerű. Ennél már jobbak vagyunk. Kielégítetlen anyukák nagyon-nagyon örülnek, és azon a bemenek a könyvesbe, és megveszik, mert végre legalább könyvből elolvashatják, hogy, mi nem történik az ő szexuális életükben, de szerintem is a paliknak, tehát drémdráma. Na de mit kérdezted, hogy otthon? Hát, hogy otthon, ugye, ha hazamentél, megkérdezi, hogy mit láttál, igen, a gyerek, ha el is meséli ezt a történetet. Jó, elmesélte. Na, hát akkor... Szürke 50 árnyalat. Sokáig telefonálsz még itt mellettem? Sokáig? De jó, de menjünk ki nyugodtan. Tudom, hogy technikai gondunk van szegény, igen, csak én megörülök, hogy valaki mellettem beszél közben. Menj ki nyugodtan, nem történik semmi. Hello, Anna. Sziasztok, jó reggel. Figyelj, az a baj, ezzel százig van igazatok, amit mondtok, hogy most bemegy a moziba, és hogy egy fiatal, hogy kerül be. Egyrészt nagyon éretnek néznek ki a mai gyerekek, erről sokat beszéltünk. Na, tehát, de ha nem... diákigazolja, vesz a gyerek, azért valaki álljcsak, egy kislányom. Hát, igen, nem vegyél már egy egyet, igen, nem? Jogos, nem biztos, hogy ránéztek arra az igaz. Jó, diák kész kiadták, de egyébként három héten belül úgyis fönn van a neten és letöltik, de lehet, hogy már most fönn van. Persze, tehát ezzel nem az tudod, a baj, hogy úgy lehet megakadályozni. Nem tudod megakadályozni, csak az ember azt gondolná, hogy van a filmforgalmazó, van a mozi, hát azért kés lehet esni valamit. Én aztán tényleg nem vagyok az a szülő, aki te aztán miért nézel ilyet, mert nem olvas. Bemegy a könyvesboltba, megveszi, elolvassa. Persze. Legalább olvas. Tehát legalább van valami minimális szépirodalmi érték a dolog. Legalább a gyerek olvas, érted? 8 évesen még Harry Potter, 14 évesen szürke 50 árnyalata. Igen. Na de azért én azt hiszem, hogy nem minden a pénz, nem? Tehát, hogy én értem a forgalmazókat, meg a mozikat, meg nekik ebből bevétel van, lehet azt mondani, hogy figyelj, nem mész, nem mentek be, menjetek másra. Hanyagság szerintem pusztán ennyit. Szerintem nem néznek rá, nagyon kevés helyen néznek rá. Vagy hogyha az egyik helyen kudarcba fullad a bemenetel, akkor majd elmennek a másik helyre. És akkor ott majd lehet, hogy azt mondják, hogy te figyelj, diákigazolványon buktunk meg. Ne vegyük elő, vegyünk, akkor dobjuk össze rá. Persze. És tele volt a mozi tinikkel. Hogy... Tele volt a mozi tinikkel. Igen. Igen, ugye, tehát kikülnek be. 50 pluszos anyukák. Akinek valami elhussant az életében. Igen, vagy tinik, mert ők barátkoznak még ezzel. Hát tele volt. Persze, ez mindig, ezek az erotika filmvászon, ez minden korban megvolt. Hát nekünk ugyanúgy megvolt annó a 9,5 hét, meg volt az a Bruce Willis Emmanuel film. Hát mi az Emmanuelre szöktünk be? Hát persze, Emmanuel ugyanígy beszél. Persze, és sötét színe az a Willis film, azt hiszem, ha jól mondom, volt valami régi, vagy mit tudom, millió ilyen volt tényleg, ami erotikus. Ha erotikusat akar nézni, azt most, ha megtalálja a neten. Hát, sőt, annyira megtalálja, hogy ha nem akarja megtalálni, akkor is megtalálja, érted? Tehát, hogy még kell ez is, hogy ezt a filmet megnéz, hogy ez most annyira menő, igen, ez a film? Ez most annyira ezt menő, most igen, ezt most nagyon-nagyon ez most nagyon nagy menő. Siker. Igen, nagy siker, igen. Nagy könyvsiker, és akkor abból egy film. Akarja látni. Ne nézd meg, Feri, tehát ne. Köszönöm. Mindenen túl vagy. Ezek már nekem nem jelentenek újdonságot. Nem, meg annyira közhelyes. De egyébként jól mondtad, Balázs, nekem az összes olyan ismerősömnek, aki lát, én nem láttam még, de azoknak tetszik a film, akiknek konkrétan túl vannak egy válláson, vagy tudom, hogy nagyon komoly problémák vannak, remélem nem bántom meg őket, de tényleg így van. Azok vannak oda ezért a filmén rettenetesen. Hát kielégül a lelke szerintem valami olyan dologtól, amit ő ott lát a filmászon, ami... Csináltatok gyermekkorban olyat, hogy Lábújhegyen álltatok? Volt olyan a pénztárnál? Álltatok Lábújhegyen? Mi rengetegszer a tesómmal, tehát sose felejtem el, amikor beszöktünk az Emmanuelre. Kis Emlival. Tehát a tesóm ment elől, megvan, tesóm ment elől,
Jó napot kívánok. Beértünk, jó napot kívánok, összerődni, kérni kettőt, az Emmanuel című borzadályra, emlékszel? Az akkor nagyon jó, az, hát még nem kaptad ennyire ugye készen az erotikát, azért még Lábújhegyre kellett állni a mozipénztárnál, hogy te bejussál. Ez totális, én a Kék Lagunára mentem. Álltunk, és úgy mentem végig, hogy ugye Lábújhegy, Kék Laguna? Kék Laguna, ugyanez, hát korhatáros volt. Persze. Bementünk, úristen, de nagy volt. Majdnem megfogtak minket. Hárman mentünk, csajok, három és csaj. majdnem lekapcsoltak minket. És olvadoztatok, ahogy ott a kis úszkálnak ott mesztelenül, ugye? Isten, olyan izgi volt. Igen, de hát ez minden korban megvan, hát most erre lógnak be a gyerekek. Menekültetek, tehát jött utánatok egy jegykezelő néni, és akkor ti pedig futottatok, hogy nehogy elkapjanak? Nem akartak jegyet adni. Nem akartak jegyet adni elsőre, és hát innen az ötlet, hogy mi átmentünk egy másik moziba. És ott pedig és mondtad, ott hogy már pedig, ha te nem látod a Kék Lagunát, akkor átmész egy másik moziba. És átmentünk, és ott, nem, ott simán odaadták a jegyet. Szóval nem egy könnyű dolog szerintem. Nem. Én azon is meglepődöm sokszor, mindjárt, amikor ilyen 8-10 éves forma gyerekek ülnek benni, ha olyan akciófilmeken, apuka mosolyogva eszi a popcorn, nagyon örül. Az a nagyobb baj, amikor el is viszi a szülő. Nagyon örül, igen. Éppen valakit lelőnek, megerőszakolnak, és a 8 éves gyerek így, tudod, vigyél, és így eszi a popcorn, csak azt gondolom, nem hoznád el a Benit? Nem. Ez nem? Ez... nem tudod késleltetni, de azért, ha nem muszáj, ne nézze végig 120 perc öldöklés 8 évesen, és apuka egy zacskónácsosszal olyan boldogan ül a két 6 éves gyerekkel. Elhoztuk szórakozni a gyereket. Érted, és olyan film előzött, hogy te is így búcsúzol. És a való világ, érted? Te sem mersz oda nézni, tudod, takarod el a szemet. Mit csinálsz jegykezelőként, ha szülővel van a gyerek? Mondod, hogy nem jöhet be? Nem tudom, hogy kinek, ahogy van a mozi policia, hogy a jegypénztáros felelőssége, vagy ha már a jegypénztáros kiadta, te már ott jegyszedőként szerintem. Minket a jegyszedők állítottak meg régen. Persze. Abszolút. De szerintem ott a pénztárnál kell, hogy megtörténjen a csekkolás, vagy kellene, de most bennült 3-20 éves fiatal csaj, nem hiszem, hogy csekkol. A jegykezelő már nem néz mindenkinek újra személyt, szerintem. Nem? Hát megfigyelj, hogy kivesszük a diák igazolványt. A sztorit most nem tudom, hogy tényleg jó, ha azzal vették akkor gáz, de aztán odaadja egy felnőttnek a jegyet, és mondjuk lehet, hogy valaki megveszi, vagy ilyesmit, tehát én láttam de már hát ilyet. Kell sajnos. Hozzá felnőtt is, szóval akkor kell. Úgy kell mennyi, hogy legyen egy felnőtt. Hát ott te. Valaki vesz jegyet, megkéred. Én láttam ilyet sajnos dohányboltnál. Tehát, hogy kínált 3-16 év körüli gyerek is odaadták a pénzt, és bement egy ismeretlen. De a korhatár egyébként mit mond, hogy nem ajánlott, vagy az, hogy nem. Tehát, hogy a 18-as az tiltó. A 12 az úgy van, azt hiszem, hogy 12 éves kor alatt nem ajánlott. Igen, hát ezt látod tévében, látod. De 18 év. Ben vagyunk, szerintem. Ott van a leírás, hogy mit nem nézhet meg egy 18-as. Tehát ami a 18-as karika az, azt jelenti, hogy nyílt szexuális tartalom van a filmben, és ezt a gyerek nem. De tiltott, vagy nem ajánlott? Az oké, hogy mik vannak benne, persze, droghasználat, nem tudom, stb. Veszélyes mutatványok biztatására biztató dolgok, stb. De hogy mit mond maga, tehát mi a törvény? Igen, hogy igen, Hogy én oda megyek 13 évesen, és jó napot kívánok, és 50 állat, 800 egyet kérni, mert 16 barátnőmmel bemegyek, akkor azt mondhatja, hogy neked ez nem ajánlott. Nem ajánlott. Vagy a mozinak joga van. Nem tiltott, nem ajánlott. De tehát bemehetsz? Tehát bemehetsz? Hát, nem ajánlott, igen, bemehetsz rá. Hát ha megvetted a jegyet, akkor bemehetsz. Én nem tudom, például egy szexshopból kikergetik a kamaszt. Igen, nem hiszem. Nem hiszem. Nem hiszem. Hát miért kergetnék ki? Igen. Nem. Hát nem, oda nem, mész, nem. Ott a pénzt befizetted, megvetted a jegyet, mindentől szerintem nem foglalkoznak. A mikorunkban nem ajánlott volt, vagy tiltott? Én szerintem tiltott. Tehát bennünket nem engedtek be a 18-as hát karikás filmre 16 évesen. Igen, így van. Hát akkor mi az értelme a szabályozásnak, hogyha tulajdonképpen, hogyha nem tiltott? Hát a nem ajánlott, hát azért oda van dobva a gyeplő, hogyha azt mondom, hogy tiltott, az talán akkor egy kicsit, mint a sex shopnál, hiszen nem 18-as karika az kim van, hát aztán, hogy kiszolgálják, nyilván kiszolgálják. Micsoda, hát a Janit még most is kizavarják, vagy diákot kérnek tőle. Persze. Öcsi, nem is jár a moziba. Öcsi, van diákod? Nem, na. Ne fantáziájál itt, öcsi. Múltkor esett egy körúton megpróbálni, ez nem volt nála, hogy személyigazolvány, ezt kizavarták, mert mondták, hogy Pistike, ne így nézegessél. Szombaton mi is moziba voltunk, előttem a jegypénztárban egy háromtagú család, anyu, apu és egy 9-10 éves forma kislány szerette volna megnézni ezt a filmet. Ami egyébként nem annyira durva, mint ami a könyvem van, de mégsem biztos, hogy 9 éveseknek kell. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. A pénztáros kis csaj szólt, hogy 18-as korhatáros a film. Tehát ott szóltak. De gondolom, hogy sértődik, és felkapja a gyereket, igen. És elmegy. A 9 éves lánya beül. Hát azért a lányot ugrik egyet a téridő kontinumban, még ha szerinted nem is történik annyira durva dolog ebben de a filmben. Mennyi esze van egy szülőnek, hogy egy 9 éves gyereket egy ilyenre nem elvisz. Tudta leadni, na. Aha. Nem volt, nagymama. Mondjuk, jó, ez jogos, ezzel nem tudok vitatkozni, hát, igazad van, teljesen, persze.
Igen. Ha moziba mentek az előzetesén, azt mondják be, hogy x év alatt nem ajánlott, nem pedig tilos, ez Steve küldte nekünk. Igen. Köszönjük szépen. Figyeljetek, azt írja, hogy a besorolás célja, most figyelj, a szülők és a nevelők jobb tájékoztatása a gyermekek és a fiatalok szellemi fejlődésére veszélyes vagy káros tartalomról. Tehát ez egy tájékoztatás, nem tiltás. Tehát egy ajánlás, hogyha gondolod, tarts szem előtt. Hát akkor ezek szerint beül. Hát akkor viszont ne csodálkozunk, hogy kaptak jegyet. Mert akkor ezek szerint tudnak venni rá jegyet. Figyelj, durvább dolgot lát a gyerek az interneten, ha megnyitja a pacigépét. Hát ezt, vagy egy híradóban mondjuk. Én ezt aláírom. Tehát, hogy olyan durvának lett ez a film beharangozva, és aztán azért viszonylag szoftos lesz. Nekem voltak felnőtt ismerőseim, akik látták, akik beszéltük, hogy mi volt benne, tehát nem annyira durva. 8-10 éves fejjel kell ezen gondolkodni, hogy kell a gyereknek látni. Ezek a korhatárok nem mindig logikusak. Tévében vasárnap reggel Hupikék, Törpikék 6-os karika, délelőtt Stály Judit 12-es karika. Aha. Hát ott azért érted a rántott húsnál ott a 12 alatt. Este a híradó karika nélkül. Igen. Mi is megnéztük a filmet, 15 éves ismerősöm diákkal vette meg a jegyet, és még kaját is csempésztünk be, aztán meg rossz sorba is ültünk, véletlen elkérték a jegyünket, amikor ettem, micsoda, a twisteremet, és csak megkérték, hogy fáradjunk feljebb, tehát hogy őket se zavarták ki. Aha. De nem zavarnak már ki, igen. Nem. Hát ez már nincs. Igen. Biztos, hogy nem. Én az Elrabolva 3-at néztem meg. A mögöttem lévő sorban apuka és anyuka 2 7 éves gyerekkel, akik nem értették a gyilkosságokat. Ez a Liam Neeson. Nos, aha, igen, ami úgy igen. kezdődik, hogy ott fekszik a felesége vérbefagyva. Aha, menő. Igen, és a gyerekek igen. nem értették a gyilkosságokat. Nem értettem, hogy ilyen kisgyereket miért kell erre a filmre elvinni. Erről beszélek, hogy ez egy jelenség. De azért remélem elmagyarázta neki a gyilkosságokat apuka. Hogy ilyen, mert azért, ha már ott van, hát azért, na, hát remélem képbe tette. Hogy ilyenkor egyébként mi a fenét mondasz, nem? Jézus, ugyanakkor tényleg egy híradó is durvább otthon bekapcsolod. Na, de azt sem nézheted a 7 éves gyerekkel. Nem. Tehát 7 éves gyerekkel nem nézheted a híradót sem. Így van. Mi a férjemmel már előnézzük a filmeket. Akármiről van szó, amit a gyerek... Előnézitek. Aha. Előnézzük, igen. Ezt előnézték, ezt a szűrgét. Volt előnézés? Ez szürke ötszer árnyalat, tehát kicsit előnéztétek? Nem? Én nem láttam, nem is fogom megnézni, de például volt a Demona című film, ami igen. Angelina Jolie-nak. Ami a Csipke Rózsikának a valami újraértelmezése, és akkor megnéztük a Miróval, hogy megnézhetik-e a gyerekek, és végül úgy döntöttünk, hogy ez nem feltétlenül jó nekik, mert vannak benne olyan jelenetek, amiktől be fognak tojni. Uh-huh. Tehát, hogy most már az olyan filmeket jó, is inkább töröljétek a Mirógépen az előzményeket. Most előnézitek a filmeket, ez nagyon jó, gyerek oda meg 6 évesen menjön, mit csinál papacot, és szörnyű dolgokat lát. Te Juli, ezt már csináltuk, nézd. A gyerekkoratokból nincsen olyan, hogy öncenzúra? Emlékeztek olyasmire, amikor tudtátok, hogy el kell néznetek? Nem. Hogy anya... Féltél, csak akkor nem. Nézel el, ha félsz. Pont erre akarom kifutatni a témát, mert hogy arról beszéljünk a hírek után, írják meg nekünk hallgatók, hogy mi volt az, amitől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon féltek. Tehát ki mi olyan tiltott tartalmat látott, most nem erotikus tartalom, ami a mai napig benne van a fejedben, mert mindenkinek van egy film legalább, ahol vagy oda keveredtél, vagy beültél a moziba, vagy belógtál, és annyira féltél. Belfegor. Annyira nem tudtad feldolgozni. Nekem ilyen volt a Phantom, azt mondom, meghívás egy gyilkos vacsorára. Hát azon én azt hittem, hogy összetoljam magam. Igen. A Belfegortól. Valaki, hogy 3 évesen néztem meg a Predátort. Úristen! Gyere, Zoli! Kemény szaranyomához? Nem, jó, akkor megyünk a Predátorra. Azért az kemény 3 évesen Predátor. Nálunk édesanyám mindig csak azt mondta, hogy tillárom haj, és akkor pontosan tudtam, hogy el kell néznem a szoba másik oldalában, mert akkor valami olyasmi jelenet következik. Tillárom haj? Tillárom haj. És a tillárom haj az erotikus volt? Az erotikus volt. Igen, és igen. Mi volt, milyen mondás volt, amikor erőszakos jelenet volt? Nem, figyeljetek, te is, meg én is, meg mindannyian láttuk ezeket a filmeket, ahol hullottak a Schwarzenegger lábai alatt a golyók, és mindenki vérbefagyva feküdt, és azon senki nem kapta fel a fejét. A szex jelenetre, vagy az erotikus jelenetre, arra ment a tillárom haj, és akkor tudom, hogy el kellett néznem, sőt, egy idő után ki lettem küldve a szobából, hogyha kicsit hosszúra nyúlt a tillárom haj. De hogyha erőszak volt a tévében, az hogy is mondjam, az attól valahogy senki több, sem. Ki volt több? Édesanyám? Anyukám, aha, tillárom haj. Volt egy vasárnapi ebédnél átnyúlt az asztalon, és azt mondta, hogy tillárom haj, megsimogott a bukát, és tudtad, hogy fölálltál, és bementél a gyerek szobába, és akkor még mindig tillárom haj, még bent kell maradni a szobában. Tehát, hogy esti film közben volt esti néha film. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Nézzük meg, hogy mennyit változott a félelem, erotika faktor. Nézzük meg, hogy amikor mi gyerekek voltunk, vagy amikor ti gyerekek voltatok, mi volt az a film,
lehet akár erotikus, de lehet akciófilm, vagy bármi olyan, ami a mai napig beégett az agyatokba, annyira féltetek, vagy annyira nem tudtátok hova tenni a látottakat. Minden felnőttnek van egy ilyen. Ugye? Amit egy ilyen emlék. Se tudunk földolgozni. Mert nem tudsz, nem értetted, de emlékszel rá, rányítottál a szüleidre, az ment a tévében, belógtál a moziba, és hány éves voltál, és mit láttál? Jó? Ez a kérdés, SMS számunk 06-70-645-00-00, jövünk a hírek után. 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy hogy jutnak be a fiatalok különböző mozifilmekre, illetve amikor mi gyerekek voltunk és hallgatóink gyerekek voltak, mi volt az, amitől féltek? Azért, mert belefutottak, vagy mert megnézették velük, és van ennek még egy érdekes aspektusa, hogy amikor újra látod azt, amitől gyermekkorodban féltél, nem? Hogy rájössz, hogy milyen szörnyű és mennyire nem félelmetes az, amitől te gyerekkorodban féltél. Nekem ilyen volt a Fantomas sorozat. Na most azért érdekes, hogy attól féltél, mert abban van ugye egy Louis, de... Tőle nem. De azért. Tőle nem. Csak mindig, amikor megjelent a Fantomas, én annyira féltem, hogy a mai napig emlékszem, hogy a hidegrázott. Tehát, hogy az ágy alól, innen, eltakart szemmel, minden, a tesómmal együtt néztük, persze nyilván titokban. Ő egy évvel idősebb volt, ő már nem félt. És valamelyik nap, vagy pár hónappal ezelőtt belefutottam a Film Pluszon, vagy valahol, és így elképedve láttam, hogy Jézus, Atya, Úristen, de gyerekként tényleg tök máshogy gondolod. Tehát egyszerűen mást látsz bele, akkor a Fantomas megjelent, tudod, ilyen kékszínű, ilyen fura bőre volt, kopasz volt, és mindig jött azzal a Citroen, amivel felszállt. Hát én annyira féltem tőle, és nem semmitől. Tudtad, hogy mi lesz belőle, nem hogy mi van alatta. Igen. Igen. Most két eset van, ez a Jobbik szerintem, amikor így pár év múlva kiderül, de van egy csomó olyan film, amit egyszer mondjuk gyerekként láttál, és nem merted megnézni azóta se felnőtten. Olyan van, szerintem, hogy annyira féltél tőle, igen? Van olyan film, nekem kettő is van, most jó, majd nyilván megnéztem. Na már elmondom, megnézheted-e. Most már az egyiket megnéztem, az egyik igen, az egyik a Kacor király. Ne, a Kacor király az a barátunk, az vidéki hős, az a mi emberünk volt. Nem, az egyik a Madarak volt, a Hitchcock féle, de én attól halálosan féltem, ugye nálunk a faluba sok a varjú télen, úgyhogy nem merték kimenni, de aztán ezt később megnéztem. Amit én a mai napig nem bírok megnézni, az az Alien 1. Nem áll. Az egyet. Én, semmi. A egyik legjobb sci-fi egyébként, de hogy hát semmi de, nincs benne. Figyelj, de nagyon sokáig ugye altatás van a filmben, tehát persze. Nem látod konkrétan ugye. Illetve az egész filmben nagyon keveset látod, és pont ezért jó. Na, hát igen. pont ezért volt, azt hiszem 79-es a film, vagy valami ilyesmi, vagy 78 valami ilyen, és én azt hiszem voltam 12 éves, tehát 82-ben videón néztük meg. És én ott konkrétan ugyanúgy voltam, mint a Juli, csak nekem nem mondta senki a varázsszót, hogy most nem kell oda nézni, hogy én attól nagyon-nagyon féltem, és én ezt még nem néztem meg újra. Nézd meg nyugodtan. A kettőt, hármat, négyet már megnéztem, de az egyszerűen annyira beégett, hogy nem merem újra nézni. Aha. De átmegyek hozzád, megfogom a kezed, és akkor megnézni. Szólok, hogy mikor jön. Nagyon keveset jön. Háromszor vagy négyszer van összesen. Hát, na, de az pont olyan, érted? Az annyira fel volt húzva az a sztori. Az nagyon egyébként nem félelmetes. Igen, igen. 6 évesen néztem meg anyámmal és nővéremmel a Légy című filmet. Na. 12 éves koromig felsírtam, és rettegtem a közösséges legyektől. Bélt küldte nekünk. 13 voltam, amikor szülői tiltás ellenére 5 évvel idősebb bátyámmal megnéztem az Átok című filmet, utána nem tudtam megmagyarázni anyámnak, miért alszom villannyal. 21 vagyok, még mindig nem mertem megnézni, írja egy hallgató. Olyan óvodába jártam, ami a városi mozi mellett volt, rendszeresen átvittek minket óvisokat a moziba. Az egyik filmben a Mikulás a zsákjába rabolt el a gyerekeket, beégett az agyamba. Emlékszem, hogy nagyon féltem. Szerencsére a szüleim kivettek ebből az óvodából. Milyen barátságos filmeket néztek ott is, igen. Viszont azóta se jártam Mikulás ünnepségen. Igen. Én is megnéztem a Szürkét Nyíregyházán, itt is rengeteg gyerek volt, felháborodtam, viszont a 10 éves lányomnak nem adtak diákjegyet tavaly egy rajzfilmre, mert nem volt nála a diák igazolvány. A szabály a szabály. Így van, hát most ki tudja, hogy jár-e iskolába az a gyerek azért, mert 10 éves. Igen, tulajdonképpen itt lehetne nagyon hosszasan beszélgetni ennek a hátrányairól, itt nem csak a film a lényeg, hanem hogyha tényleg tinik ezen szocializálódnak, csak nem akartam ennyire komolyba elvinni a témát, akkor tényleg mi történik a harmadik randin? Tehát megfogják egyébként a kályhacsövet, és megkérdezik a pasiukat, akik 15 évesek, hogy figyelj kicsim, hol a bilincs, tudod? Tehát, hogy azért ennek van egy ilyen utózöngéje is, ugye? Hogyha ezt tartják normálisnak, vagy ezt látják, de most nem akartam ennyire komolyt. Ezt akartam kérdezni, természetesnek fogja tartani a gyerek? Tehát ha 13 évesen megnézed ezt a filmet, akkor te 15 évesen ezt már természetesnek tartod, hát, hogy ez a szex? Gondolhatod ezt, de hát ez még benne van az internetben az Átok, hogy most megnézed apu előzményeit, ott is deformálod. Azt mondja, hogy én az Ördögűző filmet néztem meg, több napig nem tudtam aludni. Ezt Timi küldte nekünk, azt nem csodálom.
Rémálom az Elm utcában, nagyon sokan írják. Az a Freddy Krüger. Az a Freddy Krüger, igen. Nagyon sokan írják, hogy Freddy halállal rémálom igen. az Elm utcában, hogy ettől emberek hónapokon keresztül nem tudtak aludni. És ráadásul iskolás a sztori, ugye? Egy iskolabusz megy aztán, vagy az már később jön. Ő vezeti az iskolabuszt, igen, és a hosszú körmei vannak, összetoljod magad. És te is persze. iskolás vagy mondjuk 14 évesen, vagy 8 évesen, vagy 15 évesen. Tehát ez a te életedről szól. Igen. Twin Peaksből rettegtem Bobtól, de megnéztem az ajtó mögül, mindig úgy, hogy a szüleim azt hitték, hogy én már alszom, utána egész éjjel nem aludtam. Az meg van, amikor látsz valamit, tényleg is egy jeges rémülettel fekszel bent egyedül a szobában, és azt nézed, hogy a szüleidnél még ég a villany. Mert addig nyugival leoltják, akkor viszont vége. És nem szólhatsz, hogy félsz, hiszen úgy nézted meg, hogy ők nem engedték meg az ajtóból. Igen, igen. Chucky című film. Hónapokig nem mertem a babáimmal játszani. A mai napig összecsinálom, ha meg kell néznem. Tudod, megvan a Chucky, ismered? Ez a baba, ami ugye megátkoznak, és önálló életre kell, és mindenkit elkap. Felnőtt fejjel vicces. Akkor ők nagyon durva. Igen. És utána mindenki Chucky lesz. Egy idő után az összes baba. Nekem a Stephen King féle bohócos horror volt, ami a retinámba égett. Talán ez volt a címe, ez Balázs írta nekünk, igen. Bohóc. A bohóc, igen, a végén póká változik a bohóc. Milyen beteg filmeket néztek ti? Ezeket szerettem, igen. 11 évesen láttam a Rémálom az Elm utcában. Éjjel kettőkor mindenhol Freddy fejeket láttam. Na, Szörnyű volt, Adrián küldte nekünk. Igen. Michael Jackson Thriller című klipje 4 évesen, szintén nagyon durva. És most megnézed, és azt mondta, hogy Jézusom. Hát akkor a zombik, meg maszkos emberek rohangálnak, ugye szörnek maszkírozva. És igen. ugye 4 éves volt, aki megnézte. Tehát azt se felejtjük el, mert amikor mi először láttuk 18 évesen, akkor azt mondtad, hogy hú de menő, hú de jó, hú de laza, de azért félni nem féltél. Igen. 6 évesen a bolygó neve halálra vittek el a szüleim véletlenül. Nagyon ügyesek, és nem jöttetek ki így az első perc után? Papa mondta, drága volt a jegy, most igen, már végignézzük. Most már végignézzük, igen. Twin Peaks-et írják még rengetegen. Hát szóval, hogy vannak, igen. Ilyen nagy traumák, amik aztán azóta is azok maradnak, ugye? Jó, akkor kinek a felelőssége? Szülőjé vagy mozié? Na, hát nem tudom. Aha. Hát ha csak ajánlott, akkor meg igazából igen, nem, a mozit nem lehet kibontani, igen. Na jó van. Köszönjük szépen az SMS-eket, játszunk, itt van már is a játékosunk, Owen bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Írja Máté, hogy a legdurább horror, amit láttam, az tavaly a holland-magyar 8-1. A mai napig nem alszom. Igen. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Ildikó, hello Ildi! Sziasztok! Halló! Honnan hívtál minket, Ildi? Budapestről. Budapestről, mit csinálsz? Hát éppen most értem be a munkahelyembe. Na, de és ott? Hát én köztisztviselőként dolgozok. Köztisztviselő vagy? Uh-huh. Igen. Filmes élmény miatt vagy ilyen visszafogott? Láttál valamit tegnap este? Hát nem. Tegnap este konkrétan nem láttam sem olyan. De gyermekkorodban volt ilyen, amit megnéztél, és nagyon féltél tőle? Hát volt, de nekünk, hát amikor én általános iskolás voltam, akkor volt nagy sláger az X-akták. X-akták, aha. És hát volt egy rész, amit beparáztam. Tehát az mai napig igazából nem szívesen nézném meg. Ott földön túli jelenségeket kutattak? Igen. Ugye, az UFO-k, földön kívüliek. Igen. És volt egy ember, aki ilyen szellőzőkön fel tudott mászni, mert ilyen alakváltó volt, vagy nem tudom, ilyen gumiemberszerű. Jézusom, igen, ugye gyerekként azért ettől a hidegráz, igen. Hát igen, és akkor volt, hogy mászott fel a falon, és így mutatták közelről a szemét ilyen zöldszem, ahol, ha jól emlékszem. Tudom, és összetöljött magad, igen. Sokan írják arra, én sem emlékszem, volt egy Cujo című film, azt látta? Nem. Egy teljesen halálosan barátság, Bernát hegyiről szól, amit megharap egy róka, vagy kimegy az erdőbe, nem tudom, és arról szól, hogy terrorizál egy kutya egy családot, akik beszorulnak egy autóba. Két és fél óra így. 6 évesként így tudod, anyád elindította neked, mert azt hitt, hogy valami barátságos Bernáthegyi. Ó, milyen aranyos az első kép. 23 évesen is felüvöltesz, mikor elsőtál melletted egy Bernáthegyi, annyira durva. Na jól van, figyelj ide, Ildikó. Mutatjuk ja. neked, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Oké. Okay. Ott is valami horrort nézni. Ez biztos az lesz. Igen, óvatosan mész, tök sötét pincében csöp az a víz. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj, vagy mit dúdolnak. Damn.
mentem. Húha. Hát ez valami Guns N' Roses féle lesz? Talán. Az nem. De nem magyar. Mutatjuk még egyszer. Tán. Igazából a második részlettől könnyebben megismerhető. Uh-huh. De van, akinek szerintem ebből is beugrik. Mutassunk hosszabb részletet? Vegyük ki a bögrén? Igen. Na. Mutatjuk. Tudom, egyébként is várom, de most nem tudom az előadót. Ki van ott melletted? Kolléganői. Ja, gyerek hangot hallottam. Az, így van, na, hallottam. Szép volt. Egy jó kis Scorpions, igen. Méhecske nadrág, fehér tornacipő, Istenem, de szép korszak. Én mondanám a Janinak, egy Scorpions dalt hallottál, az összeset hallottál, belefejelne a pultba azonnal. De jó zenészek ők egyébként. Ki segített, mert ez nem magadtól ment szerintem. Nem, a kolléganőim itt vannak a szobában. Na, milyen szerencse. Gyorsan összehívtam őket, amikor bejöttem. Milyen szerencse, igen. Valaki elküldte Kelly Family. Na, figyelj nem, ide. Nem mutatjuk, jó? Illetve nem mutatjuk, hanem küldjük neked az ajándékcsomagot. A bögrét viszont ki kell, hogy vegyük belőle. Hát, azt sajnálom. Az nincs meg, mert nem. Nem voltak elég gyorsak a kolléganők. Hogy? Mit mondanak hátul? Kolléganői mondják, hogy mit fog inni a babba. Mert hát babát várok éppen. Mondd meg nekik, cumis üvegből. Igen, bögréből nem célszerű itatni az első. Az elején legalábbis. Addig meg mire ő bögréből iszik, addigra még van esélyed megnyerni egy bögrét. Jó? Jó, köszönöm szépen a játékot. Ciao. Hello. Köszi a játékot. Hello, hello. Robika írja, Rodgó, az megvan? Megvolt az? Rodgó. Fogalmam sincs, mi volt, azt tudom, hogy mindig egy labirintusban bolyongtak, nagyon féltem, a bátyámmal néztem szintén, és összeálltak 8-10, megfogták egymás kezét, és azt kellett súgni, hogy Rodgó, és akkor megjelent valaki. Rodgó nyilván. Gondolom, én nem tudom, ez nekem kivaradt ez a Rodgó. Én is eszedben neked hallod. Szerintem ez Rodgó lehetett. Valószínű, hogy Rodgó, nem tudom, mi volt a film címe, nem tudom, miért kóvályogtak állandóan abban a labirintusban, a föld alatt ilyen sziklák között mászkáltak, és ha eltévedtek vagy bajban voltak, akkor mindig hívták Rodgót. És ezt kellett, hogy Rodgó, és akkor megjelent Rodgó. De se az elejére, se a végére nem emlékszem, csak tudom, hogy én ekkor az ágy alatt voltam annyira féltem. Szerintem, ha most... Nem láttad, hogy nem, nekem nincs. Ha de most pisiltél rajta, annyira féltél. Nem most, hanem nyáron a balatoni strandok egyikén, ahol teltház van, csak ezt elkezdenéd ezt a zenét játszani, hogy tudod, hogy biztos, hogy a cápának a zenéje. Ugye az például annyira beégett nekem a zenével együtt, hogyha szerintem azt valahol meghallod, akkor kirohansz a vízből. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a balcsin nincs cápa. De te hogy hallottál ilyen zenét ott a tyúkolban állatok? De hát mert a szomszédnak már fejlett a technológiája. Ott már volt évétek? Igen, azért mert mondtam, hogy nála, de úgy volt, hogy csak, tehát ha vittél tyúktojást, vagy egy darabka kolbászt, akkor megnézheted este ezért a filmet, a nagyfilmet náluk. Fekete-fehérben ugyan, de a nagyfilmre be lehetett hozzá. Megvettem neked 10 házi tojással a nagyfilmet, hogy mehet szápát nézni. Na, Időlabirintus, ez volt a film címe egyébként. Na, jól van, köszönjük szépen, a filmeket lezárjuk. Jövünk vissza majd, és arról beszélgetünk, hogy milyen érdekes pillanata az egy-egy párkapcsolatnak, amikor az ember valami olyat tud meg a párjáról, amit sokáig nem sejtett. Hogy kinek mi volt a legmegdöbbentőbb dolog, ami kiderült a párjáról, ebben lehet szó az eltitkolt gyerekről, a megcsalásról, a szeretőről, és mindenről, ami volt a párotoknak úgy, hogy ti nem tudtatok róla. Ugyanis egy érdekes hírt találtunk, az anyós buktatta le a saját fiát, amikor megírta a volt menyének, hogy sajnálja, hogy elváltak, és kiderült, hogy nem arra nőre gondolt, hanem a másikra, mert hogy a férje a házassága alatt közben elvett egy másik nőt is. Ja, és úgy éltek párhuzamosan? És úgy éltek párhuzamosan, igen, tehát a pasi nem lopta az időt, kettő darab nővel élt együtt. Mind a kettőt elvette feleségül, ráadásul a dolog pikantériája, hogy ugyanazon a helyen. Ó, de szép. Ez nyilván nem tudta, hogy melyikkel akar még élni. Volt egy ilyen próbafuttatás, és aztán eldöntötte. És anyu az első feleségnek, aki még azt hitte, hogy feleség, írt egy levelet, hogy nagyon szépen köszönöm a szép éveket, tehát biztos láttad, hogy a volt férjed megházasodott.
házasodott, és erre ő mondta, hogy nekem nem volt férjem, még most is az. Úgy de kemény. Nagyon kemény a bukta. Egyébként igen, mama borított mindent egy teljesen ártatlan levéllel, és a nő ugye ekkor tudta meg, hogy a férjének van egy másik felesége, és van egy másik élete. Oh. És ugye talán sokan jártak már abban a cipőben, hogyha nem is ennyire megdöbbentő dolgot tudtak meg az ő párjukról, férjükről, feleségükről, de mindenkinek van az a nagy szembesülés, amikor rájössz, hogy van egy eltitkolt gyerek, van egy eltitkolt szerető, van egy olyan dolog, amit neked mindez idáig nem vallott be, de mégis nagyon durva, és nem tudod, hogy lehetett ezzel együtt élni. Reméljük, hogy sokan ezt nem érték át, de bízom benne, hogy vannak néhányan, akik el tudják nekünk mesélni, hogy milyen az, amikor egyik pillanatról a másikra megtudsz valami olyat, amit nem sejtettél. Meg tudod bocsájtani? Én azt mondtam, hogy viszel egyszerre két feleséget. Tehát hogy úgy kezeled a dolgot? Hova mész? Hogy koordinálod? Na, volt hogy egyszer szervezed? Egy ilyen sztori, ott az volt, hogy ő kamionos. Kamionos, és hétközben ő dolgozik. Na jó, az egyik... minden megállóban volt egy feleség, nem? Vagy... Nem, kettő volt csak. Volt egy hétközbeni, akinél volt hétfőtől péntekig, ne. És volt egy hétvégi feleség. Igen. Akivel hétvégén volt, annak azt mondta hétfő reggel, hogy drágám, akkor indul a fuhar, majd jövök péntek este. A másiknak meg nem tudom, mit mondott. És két feleség. És két feleség, aha. Egyébként. Ha belegondolom, ugye, a változatosság. Kicsit azért ezt itt így mondogatod, de nem is biztos, hogy annyira elítélendő ez. Na, tehát erről beszélgetünk majd. Jó, 4 perc van, pontosan 8 óra, meghallgatjuk, mi a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, Feri. Csövi. Janosunk nincsen ma, szegényként hát tartotta a frontot, hogy mondják, hogy úgy. Harcolt a frontvonalon, hétvégén ápolta és a beteg családját, aztán úgy néz ki, hogy vasárnap estére kapott egy gyomrostő is, elvérzett. Lefeküdt a vírusnak, igen, úgyhogy János ma nincsen. Kurálja magát, aztán ha jobban van, akkor már holnap jön. De ugye mi nincs, akkor szigorú otthon maradása van ítélve. Így van, meg is szoktuk kérni, illetve te szoktál bennünket megkérni. Nyomatékosan. Igen, hogy értem, ne gyere be, inkább ne hozd be. Nem kell ezt túl, igen, húzogni, ha valaki beteg gyerekek, tessék otthon maradni. Nem, hát az a legjobb. Nem fertőzzük egymást, és annyira beteg mindenki mindenhol, hogy legalább itt ebben a 4 négyzetméteres kis stúdióban ne fertőzzük egymást, igen. Na, a M1-e 142-es kijáró Pest felé birodalmi lézerháború tréleres Tibi küldte nekünk. Köszönjük szépen! 16. kerület Nagyice és Sashalom között van egy baleset, ezt nővérke küldte nekünk. Az M15-ös és az M1-es találkozásánál Budapest felé ebben a pillanatban borult az oldalára egy 40 tonnás nyerges. Au. Pont a kanyarban. Figyeljetek, Sebike küldte nekünk. Baleset a Váci úton a Fiascsúk utca kereszteződésénél, a városba vezető oldalon, ez Gyufa üzente nekünk. Erzsébet híd, Pesti hídfőjénél a belváros felé összekoccant egy busz, egy autóval alakul a dugó, de még a hegyalja jól járható, ezt Móni küldte nekünk. Mi a helyzet a sárvári szerelmes párral? Most kapcsolódtam be, beszéltetek már róla? Kérdezi egy hallgató, 8 óra előtt 1 perce jött az SMS-e. Hát, vannak infóink, beszélni még nem beszéltünk róla. 9 óra után hívjuk majd őket. Első kézből akarjuk hallani a sztorit. Így van. Mert egyébként a hallgatóink résen voltak, én ezt annyira imádom, ugye az elmúlt egy hét az pont erről szólt, hogy akkor ők jöjjenek össze, kit választ András, hogy lesz, hogy mennek el, és ma reggel ugye arra érkeztünk be, hogy az SMS falon már van egy szomszéd, aki a szomszéd hálóban aludt. Kiderült, ők humorizáltak. Igen. Ők fölhívtak annak, igen, ők humorizáltak. Viszont látták őket a fürdőben, és állítólag nagyon jó jól elvoltak, megírta nekünk egy hallgató, hogy csinos a csaj. Jó a tepertő alatt. Jó a tepertő alatt, igen, csinos szőke. És hogy András a maga kicsit visszafogott, kicsit ilyen gyerekesebb stílusában nagyon tolta, de kívülről úgy látszott, mint akik egyébként élvezik egymás társaságát. Hát ennyit tudunk egyelőre. Aztán 9 óra után hívjuk majd őket, és elmesélik, hogy milyen volt az együttlét, kibírták-e végig, ha kibírták, hogy bírták. Meddig jutottak? Szerintem erre mindenki kíváncsi. Mi történt? Mikor történt a dolog? Már pénteken? Vagy adtak egymásnak egy ismerkedési estet, és mondjuk szombat este teljesedett be, vagy mondjuk vasárnap délelőtt. Hát ugye egy sok kérdés van. Vagy alvás közben András a kaudos emberedet. Az is lehet, igen. Már nem olyan, a mi Andrásunk nem olyan. Nem, ő egy igazi úriember. Egy igazi, kicsit félénk úriember, igen. Úgyhogy 9 óra után hívjuk őket. Váci út lassú lépésbe lehet bejutni, ezt Bankos Kriszta küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, egy érdekes hír az, amivel foglalkozunk, hogy milyen csúnyán megbukott az a férfi, akinek kettő, azaz kettő darab felesége volt egyszerre.
Hát nyilván sokan csalták már a barátjukat, sokan csalták már a barátnőjüket, léptek félre kapcsolatból, ugye senki se ártatlan, de azért ez kemény. Ez mindenen túlmutat. A legprofibb profinak is azt kell gondolnia, hogy azért ez nagyon durva. Ugyanis hát végülis az anyós buktatta le a saját fiát, amikor megírta a volt menyének, hogy sajnálja, hogy elváltak. A nő pedig felment a Facebook oldalra, és kiderült, hogy a férje valóban megnősült mellette. Nem értem, hogyha a párodnak van egy Facebook oldalat egyébként, az azért azt néha, hogy nézed, és hogy nem nézed. De egészen elképesztő a történet. 2007-ben feleségül vett emberünk egy csajt. Mézes heteket pedig egy mexikói strandon töltötték, látszólag minden jól működött, leszámítva azt, hogy a férfi a munkáját gyakran elszólította a közös családi fészekből, legalábbis ezt a mesét adta be a feleségének és két közös gyermeküknek, mondván, hogy egy délvelszi városkában dolgozik, de hogy amikor neki el kellett menni otthonról, kiderült, hogy a második életét élte, mert hogy 16 mérföldnyire a saját lakhelyüktől volt egy másik felesége. Akkor nem ment messzire. Tehát ne legyen sok utazás benne, értem. Ez ugye környezetkímélés és pénztársa kímélés. Az volt a fedősztori, hogy dolgozni jár ezek szerint. Az volt a fedősztori, hogy dolgozni jár. Az egyik karácsonykor azt hazudta a párjának, aki nem tudta, hogy a férfi még együtt van az előző feleségével, hogy meghalt az anyja, és így kell hazamennie a gyerekes családjához. Egy másik alkalommal pedig éppen ezt a nőt hagyta útcserben, hogy az asszonynak éppen volt egy vetélése, ő pedig már 12 órával az esemény után ment a másik családjához. Gyönyörű. De tehát, hogy figyelj, neked azt mondaná a Viki most, vagy te azt mondanád a Vikinek, vagy én a Békának, hogy figyelj, meghalt az édesanyám, és haza kell mennem, nem mondanád, hogy de megyek veled, kicsim? Hát igen, de itt szerintem nem is ez a kérdés, hogy ő ezt, tehát akkor mit mondott, hanem hogy tudod ezt fenntartani éveken keresztül? Úgy, hogy semmilyen gyanús jel, semmilyen gyanús momentum, se egy SMS, se semmi nincs, tehát párhuzamosan két feleségünk. A pasi perverz volt egyébként, mert azt csinálta, hogy ugyanazon a helyen vette el mindkét nőt, aha, és mindkét alkalommal ugyanazt a barátját kérte fel vőfének. És neki se tűnt föl a barátnak, vagy ő valószínűleg beavatott volt. Egyébként a strandot, hogy ugyanazt választod, megérted. Már tudod, hogy hova kell menni, tudod, hogy ki a anyakönyvvezető. Nincs az a nagy meglepetés, nem? Hát most mit gondolkodj? Új hát helyszínben. Ha már egyszer ez jó volt. Ha elsőre jó volt, jó lesz a másodiknak is. De gyerekek, hát nem lehet egyszerre két feleséged. Ez így igaz? Ezt akartam kérdezni pont, hogy ha a másodikat feleségül veszed, akkor nem kell bemutatni a papírt, hogy elváltál az elsőtől? Nem tudom azt, hogy nem vették észre. Mondjuk viszont Mexikóban azért csúnya furcsaságok vannak a szombrérók alatt. Vigámiával vádolja ugye a bíróság, és akár börtönbe is kerülhet 18 hétre, ami mondjuk nem hosszú, egy hosszú intervallum. De a tényleg a hogyan a nagy kérdés, tehát hogy tudod ezt végigcsinálni, illetve az is nagy kérdés, hogy mondjuk anyu egynek, hívjuk így, ugye az első feleséget, amikor ezt megtudta, akkor mi járhatott a fejében? Hogy van a párodnak egy másik felesége? Igen, van egy tök másik élete, nem csak egy felesége van, van egy olyan másik élete, amiről te nem tudsz, de ami még nagyobb csavar, hogy aki a második feleség, azt se tud az elsőről. Érted? Tehát két helyen kellett a mesét előadni, hogy kell arra vigyázni, hogy az ne derüljön ki. Nagyon durva. Hogy Mari? Ja nem, Teri. Nagyon durva. Igen. Hogy a fenébe hajtod ezt végre? Nem? És gyerek az egyik helyen, a másik helyen ugye még nem született, de biztos ott is lett. De mi ebben a jó? Tehát azt nézem, hogy ha az embernek mondjuk van egy szeretője, ott érti az ember, hogy mit keres. Nem azt mondom, hogy jó, meg elfogadható, csak ott érted, hogy valamit nincs már otthon, elmúlt, de elválni nem akarsz, vannak gyerekek, van szeretőd. Nem korrekt, sőt, az is árulás. De amikor ilyen szinten hazugságban élsz, ott mi a jó? Hát ott saját magadat üldözöd, nem? Egyik helyen vagy szorongsz, hogy ne bukjál le, rohansz a másik helyre, vagy lehet, hogy mondjuk ezt ő élvezte, nem egyik tudom. Jól főz, másik jól szexel. És a kettőből. Igen, de összeköltöztetni mégse tudod őket. Hát, nem tudom, ez beteg, ez már tényleg beteg. Hát, nagyon kemény. Ez nagyon kemény. De te nőként erre nem jössz rá, hogy a férjednek van egy másik nője éveken keresztül. Júli, gyere már be egy pillanat, hogy az milyen kapcsolat lehet, ugye? Veszed, tehát, hogy nem beszélgettek? Mert hogy mit csináltál, drágám, az elmúlt három napban? Na, mi a válasz? Hogy folyamatosan rohansz a másik feleséget, tehát azért ez előbb-utóbb fel kellett volna, hogy tűnjön a két nőnek, nem? Figyeljetek, nekem a férjem rohadt sokat van távol. Mennyi dolgozik, mennyi? Pont ezt akartam kérdezni. Hát van, hogy 16 órát. 16 órát, és azt hittem, azt mondom, 16 napot. 16 órát egy nap, és de hát akkor az azt jelenti, hogy reggel 8-kor elmegy, és másnap reggel 5-re ér haza, vagy tehát, hogy az egész éjszakát. Aha.
végig dolgozza, és én nyilván nem járok el ellenőrizni. Szerintem, nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy amiről nem tudok, az nem fáj, és szerintem egy csomó nő így gondolkodik, hogy... De ha van egy másik, tehát most tételezzük fel, hogy a Miró reggel elmegy tőled, és hazamegy egy másik családhoz, ahol azt mondja, hogy ő éjszakás műszakban volt, és alszon délután 4-ig, majd 4-kor azt mondom ott, hogy elmegyek dolgozni, és valóban van egy munkahelye este, de délután 5-től reggel 5-ig, amikor hozzád megint hazamegy, na? Ha el akarom hinni neki, akkor elhiszem. Akkor elhiszem azt, hogy ilyen munkaidőben dolgozik. Tehát szerelmes volt valószínűleg, mint a két csaj. Én azt nem értem, hogy a túróban létezik az, hogy soha nem, mondjuk a csaj sosem ment be a munkahelyére meglátogatni, vagy sosem... Mert azt az utó, hogy messze dolgozik. Ugye mind a két családot azzal letette, hogy ő egy másik városban dolgozik, tehát nem tud bemenni. Mondjuk nálunk ilyen sosem volt, hogy bementem, és nem volt ott. Tehát, hogy az a buktak. Az óriás. De azt mondod, hogy amiről nem tudsz, az nem fáj. Tehát, hogyha kiderülne, hogy neki volt tavaly egy szeretője 3 hónapig, de nem jöttél rá, már vége van, akkor nem fájna, mert nem tudtál róla? Figyelj, ez szerintem nem ilyen egyszerű, nem? Intézze úgy a dolgait, hogy én ne tudjak róla. Legyen ügyes, és hogyha ezek után a szemembe tud nézni, akkor tegye. Tényleg? Júli, hát ilyen megbocsájtó vagy? Figyelj ide, én azon gondolkodtam pont valamelyik nap, hogy ha rólam kiderülne, hogy én félreléptem, azt a férjem nem tolerálná, nem venni be agyomra egyszerűen. Ha ő róla kiderülne, hogy ez megtörtént, akkor én jó eséllyel megbocsájtanék neki. Biztos, de hogy akkor óriási... is nem számít a félrelépés módja, mert szerintem van különbség, nem? Még az elsőre furának is nincs félrelépés és félrelépés között. Itt nincs pardon ebben az esetben. Az, hogy elmegy mellőlem a férfi, miközben vetélésem volt, és utána megy át a másik nőhöz, hát szerintem ez undorító. Igen, szerintem a félrelépés az akkor lesz, mindenképpen árulás. De árulás akkor igazi árulás, ha viszony van. Tehát ott árulod el igazán. Mondjuk egyszer a pasi hülye elmegy, van egy görbe éjszakája, megtörténik, nem ismeri, az szerintem megbocsátható. Női temperamentum kérdés, hogy ki az, aki megbocsátja. Elárulni, akkor árulod el szerintem igazán a párodat, ha viszonyod van. Aha. Mert a viszonytól lesz ez igazán árulás. Mert ott kezdesz el már egy másik ember felé nyitni érzelmileg. Most egyszer hülye vagy, vagy a kapcsolatotok mély ponton volt, vagy nem kaptál meg otthon mindent, és ne agyisten megteszed, nehezen, de megbocsátható, mert az is törés érzelmileg egy nőnek. A viszony szerintem az az igazi. És ez nem ott is árulod viszony. El, mert ha valakivel közben belsőséges viszonyba kerülsz, SMS-ezel, privizel, kibeszéled a feleségedet, meg már vele beszéled meg a dolgokat, ott árulod el igazán. A testiség, hát ez most meggyőződés kérdés, hogy kinek árulás, kinek nem. Kevésbé árulás, nem? Nyilván az is. De szerintem a viszony a durva. Milyen lelki alkat kell ahhoz, két esküben való táncolás, nem tudom, hogy erre milyen jó kifejezés, tehát hogy azt hogyan lehet összeegyeztetni, azt, hogy utána hazamész a feleségedhez, és belemosolyogsz az arcába, hogy én nekem ez nem áll össze. Lehet, hogy nem egy mosolygós típus. Mondjuk ez le a kalappal, hogy te így gondolkozol, hogyha nem tudom, nem fáj. Tehát hogy azért ez így, ez egy érdekes, spirituális gondolkodás azért, hogy jó, nem jöttél rá, nem buktattad le, oké, ha vége van, akkor téged ez nem zavar, menjünk tovább. Vagy azt gondolod, hogy a család fontosabb, és lépjünk ezen túl, hogy... Igazából nem arra van szó, hogy most a család fontosabb. Én magamról nem tudom elképzelni azt, hogy ez rajtam ne tűnjön föl. Tehát, hogy én biztos, hogy lebuknék. Én nem tudnám eljátszani azt, hogy hú, de szeretlek, és közben egy másik férfival bujok ágyba. És ha nincs érzelem a férfi iránt, csak egyszerűen jó vele? De olyan nincsen, hogy nincsen. Tehát, na, itt gondolkoztak máshogy. Na, itt van az alapvető különbség, amiért itt túlreagáljátok a félrelépést. Csak egy egyszerű szex. Az alapvető félreértés, hogy ti túlgondoljátok az egyszerű szexet, mert ti nők egyébként sokszor, vagy leginkább érzelemből teszitek meg, és azt gondoljátok, hogy a Palinak is az érzelmeket kereste, és itt van az alapvető félreértés, hogy a Pali közben nem. Ezért nehezebben tudjátok ti ezt megbocsátani, mint a férfiak. Hát azért gondolom, hogy egyszer egy ilyen, nem tudom, nagyon részegek voltak, és ilyen egymásra borulás történt, akkor hogy... Azt meg tudnám bocsátani, én azt gondolom. De egy viszonyt, azért az feladná a leckét. Meg az a baj, hogy én utána nem tudnék úgy ránézni a Miróra, hogy ne az ugoroljon be, hogy vajon hozzám előtt, hogy nyúlt mondott, hozzá, igen. Vagy mit mondott, igen, és közben, igen. És akkor vajon mikor, és akkor utána hazajött, és akkor nekem mit mondott, és aznak mi mit csináltunk. Milyen érdekes dolog azért ez a kapcsolat, gyerekek, ha belegondoltok valójában. Szeretsz valakit, akit ugyanakkor birtokolsz is. Szóval ez egy rohadt dolog. Hát de a szeretetbe az nem fér bele, hogy te szereted, és akkor egyébként még mindent lehet neki, vagy mi? Hát persze, hogy birtokolod. Na de itt van a hiba. És ez a nagy baj szerintem a párkapcsolatokkal, hogy ugye ez tehát a valódi szeretet az nem ismer birtoklást. Tehát viheti bárki.
Na, ha, de ha most, de bocsánat. Nem teljesen ha erre gondolok, de spirituális megközelítésből egyébként sajnos ennek így kellene működnie. Ugyanis mi történik akkor, ha téged megcsalnak? Te haragszol rá, és baromira kiborulsz, ugye? És hát nyilván rosszul esik, teljesen érthető okokból egyébként. De hát... Tehát akik haragszanak, azok nem szeretnek igazán. Nem arra gondolok, mert az nagyon fejletnek kell lenni, hogy jól van, és megcsaltál. Igen, jó volt? Igen. És nagyon jó volt neked? Akkor nagyon boldog vagyok, ha neked jó volt. Nem ezt mondom, csak sokszor azt gondolom, hogy a szeretet az sokszor egyenlő azzal, hogy birtokoljuk azt, és elvárjuk tőle, hogy úgy viselkedjen, ahogy nekünk jó. Hát mert szövetséget kötöttetek, amikor odaálltatok az oltár elé. Ez így van. Rosszban, ti ketten. Ez így van. Most van olyan, hogy annyira szeretlek, hogy mindenestül szeretlek, ha te félrelépsz, én akkor is ugyanúgy szeretlek? Van egy ilyen állapot? Hát alapjában véve egyébként fura módon így kellene működnie. De ez nagyon, nagyon furán hangzik, de így kellene működnie. De ezt otthon még nem próbáltam. Próbálom a Vikit meggyőzni. Annyira szeretlek, Viki, hogy... És te is nem, hát ugye elvársz tőle valamit. Mi a szeretet? A szeretet az egy elvárás nélküli dolog egyébként. Aha, nem? Úgy szereted, ahogy van. Tehát azt kellene mondani, hogy szeretlek. Nem akkor szeretlek, ha olyat teszel, ami nekem megfelel, és nem szeretlek, ha nem olyat teszel, ami nem felel meg, hanem akkor is szeretlek, ha te bármi olyat teszel, hiszen az igazi szeretet, ha abban feltétel van, akkor az már inkább birtoklás. De sajnos az ember én is így működöm, mert mindenki így működik a saját párkapcsolatában. Ezt azért nem tudod megbocsánítani ezeket a dolgokat. Tehát hát kérdés, hogy sokan megbocsátják. Meg lehet. De benned marad. Aha. Azt azért jegyezzük meg, hogy benned marad, mert ez ugye ellenet követődött el. Mondja a te egód. Hogy az ellenet történt. Hát nem ellenet történt, ha téged megcsalnak? Egy kicsit, nyilván volt benne. Dehogy nem. Hát ha elárulnak, akkor igen. Nem? Az árulás a nagyobb dolog, nem a megcsalás szerintem. Én nem tudom, és akkor az elején lefekteted ezeket a szabályokat, hogy mit szabad és mit nem. Vagy majd ez közben alakul. És akkor azt mondom, hogy akkor hát akkor ez megtörtént, akkor ez tulajdonképpen ez is belefér. Hát ezt az elején az ember vagy tisztázza, hogy akkor, hogy is mondjam, nyitott házasságban élünk, és akkor te is mehetsz arra, meg én is mehetek arra, merre akarunk. Vagy ha ez közben derül ki. Jöhettek ketten haza. Így van. Hogy mindjárt nyitnak, jól legyen. Kicsit felcsillant a szemed ennél a pontnál. De nem hiszem, hogy ez egy normális, hogy is mondjam, párkapcsolatba beletartozik. Hát miközben meg aztán pontosan tudjuk, hogy ez, hogy is mondjam, a monogámia szembe megy az emberi természettel, tehát hogy ez nem... Ez nem természetes nem, dolog, ugye? Állítólag azt mondják, hogy nem. Én nagyon remélem, hogy... De az alapprobléma ugye ott van, működik. Hogy a férfinál nem természetes, hogy azt mondják, hogy nem természetes, mert ugye ha az ősembert nézed, vagy az ősi indítatást, akkor ott ugye az volt, de ez az állatvilágban is így van, ne az emberről szép beszélj. Indok ez a félrelépése, így van. Tudom, mondom, a faj fenntartóösztem. Most jössz a faj fenntartóösztem. Mindig az oroszlán. Igen. Ott igen. Ugye a nők a főhímet akarják megszerezni, tehát ő ragaszkodik a legjobbhoz, hogy a legjobb gént örökítse. Mit csinál a fő oroszlán? A legjobb gént akarja mindenhova elszórni. Sízs már el ezt így otthon. Nem próbáltam, mégis nem is venném ezt elő. Én csak a legjobb géneket szórom szép videóval, de alapjában az ember így működik. Tehát a faj fenntartó ösztön azért a palikban, például sokkal erősebbek. Ezt kéne nektek tudni elfogadni. Hát ezt kéne ezen ki egy bölcs nőnek ezen kell tudni átlépni. én csomó mindenen átlépek. Egyébként tök érdekes, valamelyik nap olvastam egy tanulmányt arról, hogy 200 évvel ezelőtt a holtadiglant azért volt könnyebb elfogadni meg realizálni, mert hogy az átlag életkor az fele volt a maiénak. Tehát, aha. Hogy akkor nem 50 meg 60 évre terveztek a házastársak, hanem 20 évre terveztek. És azt a 20 évet egy ember mellett leélni, hát az tulajdonképpen ki lehet bírni. De 50-60 évet az meghaladja a mentális és a biológiai aha. képességeinket. És egy pszichológus szerint a mi élettartamunkban már az a normális, hogyha 3-4 hosszabb párkapcsolat uh-huh. van, mert hogy annyit bír el a te lelked, tested és mindened. És akkor azért tolódnak ki a házasságkötések időpontjai, meg a gyereknemzés időpontja is? Nem a házasságkötés. Tehát, hogy ma már 40 éves sem mondod azt, mondjuk, hogy megtaláltad az igazit, és akkor vele éled le azt az életed, ami még onnan hátra van. Nem, ő sokkal inkább azt arra futtatta ezt ki, az, hogy a válás egy idő után teljesen törvényszerű, hogy létrejön egy kapcsolatban. Hát és most az, nekem gyerekek, egy ismerős párom jár ilyen párterápiára, ott nagyon csúnyát mondott a párterápiára a swinger klubot értesz? Vagy, hát sajnos vagy, nem, vagy mert régi akkor hagyományos, mi is. Tehát hagyományos, ez a hagyományos párterápia. Tehát hát ülnek két kanapén és gyűlölködnek, miközben a csávó napocskákat rajzol a papírlapjára, és jól szórakozik. Aha. Igen, és mondja, hogy de akkor mondd meg neki, de már elmondtam, nem mondd meg neki itt is valóban, és ott az van, hogy állítólag a második gyerek után a párok 80%-a elválik. Úgyhogy most mi veszélyeztetettek vagyunk. Gyorsan húzzatok bele is. Akkor mi estél most bele, én már benne vagyok 5 éve. De ti még dolgoztatok egy harmadik, ahogy mi mondjuk megállunk.
Hát figyelj, igen, nehéz dolog ez. Egyébként nehéz dolog. Szóval valakibe beleszeretsz 25 évesen, együtt éltek 10 évet, 35 évesen egy másik ember vagy. Mm. Más elvárásokkal, más tudással, máshogy, lehet, hogy máshogy döntenél, nem? Vagy valakivel 30 évesen összejössz, 40 évesen te már egészen másra vágyhatsz, mint az, akit te 30 éves fejjel vettél el. Tehát ebben is van egy azért nagyon nehéz dolog. Hogy és hogy a 10 év az hús? 10 év alatt annyi minden változik benned, igen, hogy már rájössz, hogy mások az elvárásai, mondjuk egy nővel vagy egy férfivel kapcsolatban. Tehát ez az örök életen együtt, ez egy nagyon nehézen meg. Ebben sokan belenyomorodnak. Ez egy elvárás, nem? De, és akkor mit csinálsz, ha ott vagy, hogy elmúlt a 10 év, te változtál erre, ő változott arra, és ma már nem vagytok jó pár. Szabadabban kellene egy kicsit gondolkodni. Tehát azt lehetne hagyni, hogy a másik menjen erre arra egy kicsit. Ezt a gazdánknak mondjuk. Mert azt hiszem, hogy. Ha a nők nem értékelnék ennyire ugye túl ezt a megcsalás dolgot, ez egy, mi történik egyébként? Titokban csinálod, frusztrált vagy, félrelépsz, bámulod a nőket, fejben 6000-szer szeretkezel egy nap, hát az egész egy kimondott, felszabadultabb dolog lenne, sokkal kiegyensúlyozottabb emberek lennének, mint egy ilyen nagyon frusztrált, agyon szabályzott társadalomban, mindenki kőkeménye hűséges, kicsit belerohad abba, kicsit beleboldogtalanodik abba, tisztelet a kivételnek nyilván, ahelyett, hogy a nők és a férfiak nem értékelnék túl azt, hogy a párjuk egyszer valakivel mással volt. Mert utána visszamész a jóhoz. Ugye ezt tudnád mondani. Egyrészt visszamész a jóhoz. Nem rossz duma. Tessék? Nem rossz duma. Nem megy át ez a nőkön. Én is azt gondolom. Most én nem arról beszélek, csak önmagában nézd meg. Hát zátonyra futnak a dolgok. Kérdés, a házasság intézménye alapjában működik-e még? Szerintem egyébként nem. Hát, remélem, mondjuk mi ezt nem tapasztaljuk meg. Vagy működött-e valaha. Fej, megpróbáltam. Igen. 15 máshol, te vagy a legjobb. Na, ez szerinted otthon valaki örülne ennek a mondatnak? Hogy? Hogy megpróbáltam. Ez megegyezés 15 máshol megpróbáltam, na, veled a legjobb, ez maradok. Nyilván ez megegyezés kérdés, ez egy baromi nehéz dolog. Jó, de mondjuk az a párkapcsolat, ahol a felek azt hiszik, hogy ugyanazt fogjuk tudni produkálni 10 év múlva is, mint amit 10 évvel ezelőtt, az már eleve halálra van ítélve. Tehát az a kapcsolat, amelyik hogyha? Nem változik, és nem idomul. De igen, csak egymást kell építeni benne. Jó esetben, nem? Hát de mindketten változtok, de a változást azt a másiknak is köszönheted, egymást húzzátok, egymással lesztek jobbak, okosabbak. Jó eséllyel két olyan ember köt házasságot, akik hatással vannak egymásra, és együtt mozognak, nem két merev kőoszlop, akik így mennek, azt recsegnek, ropognak, amikor történnek a dolgok. Mégis több válással, mégis mindenki vál, mégis borulnak a házasságok. Hát igen, mert mindenki azt hiszi, hogy ez a kapcsolat 10 év múlva is olyan lesz, mint most. De 10 év múlva már nem lehet olyan, mint amilyen most a házasságkötés pillanatában. 10 év múlva egészen. Mondja, hogy 10 év múlva ugyanazt akarja. Ő azt hiszi, hogy az a hőfok, az a szerelem, az egymásra találás, az a vehemencia, amiben 10 évvel ezelőtt volt a kapcsolatban, az 10 év múlva is ugyanígy lesz. Pedig hát törvényszerű. Többnek kell legyen benne. Nem, más szintűnek, más minőségűnek kell lennie, de egy csomóan ugye azon ott bukik be a kapcsolat, hogy ő azt hitte, hogy az majd olyan lesz. Hát meg melózni kell rajta, persze, sok meló van benne. Meg lehet nem, őrizni, persze, csak másként lesz. Na, megkérdezzük hallgatóinkat, hogy neki mi volt a legmegdöbbentőbb dolog, ami kiderült az ő kapcsolatukban. Nem feltétlen kell, hogy házasság legyen. Arról van szó, hogy amit megtudtál a párodról, és megdöbbentett. Ez lehet viszony, eltitkolt gyerek, hűtlenkedés, több szerető, vagy bármi olyan a múltjából, amit neked nem mondott el, és erre te vagy rájöttél, vagy kikutattad, vagy egyszer csak szembesültél vele. Nagyon sok mindenkinek lehet ilyen a kapcsolatában. Amikor minden jó, minden szép, és egyszer csak leomlik a cukormáz, és ott van a te párod, két eltitkolt gyerekkel, egy szeretővel, vagy olyan történettel, amire álmodban nem gondoltál volna. És jó? Hogyha azokat is, amit ő mondott indoknak, hogy miért nem szólt, megírjátok, akkor nagyon igen. Boldog, ugye? Mert az fontos. Hogy mit mondott, és igen, és mennyi ideig nem derült ki. Jó, várjuk az SMS-eket, 8:30 pontosan 3 perccel, jövünk a hírek után. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk itt a hírek előtt, hogy milyen megdöbbentő az, amikor az ember valami olyat tud meg a saját kapcsolatáról, amit nem is sejtett, és az ugye megrázó. Kiderült egy angol paliról, hogy 2 darab felesége volt egyszerre, az egyik feleségétől gyereke is lett, és egyik nő sem tudott a másikról, aztán az anyós véletlen buktatott, és a két nő szembesült azzal, hogy évek óta hazudnak nekik, a palinak két felesége van. Azért nem volt óvatos a csávó, ha belegondolsz, hogy Facebookra kirakta a második feleségével való házassági fotót. Igen, megdöbbentő a történet, igen. És arról beszélgetünk, hogy kinek mi volt az a pont az életében, amikor valami megdöbbentő dolgot tudott meg az ő párjáról, úgy, hogy előtte ezt nem is sejtette. Itt van Ivett. Hello Ivett, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello Ivett, honnan hívtál minket? Titkos. Jó, oké, nem is akarom tudni, jó, ha nem akarod, nem mondd el. Jó, na, mi volt az a
pont, amikor megtudtál valami jött a párodról, amit nem is sejtettél volna? Vagy ex-párodról, jól tudom, már nem vagytok együtt. Ex, na. Bőven ex. Hát ez egy olyan majdnem 10 éves történet. Igen. Együtt dolgoztunk egy munkahelyen, és egyszer csak kiderült, hogy idősebb nőkkel szexel a párom. Na de várj, ne rohanjunk ennyire előre. Te, ő mit csinál? Ő mivel foglalkozott? Masszőr. Masszőr volt. És erre te hogy jöttél rá? Megtaláltál valamit? Vagy valaki neked ezt elmondta? Igen, éppen én nem dolgoztam, és előtte voltunk együtt nyaralni, gondoltam, megnézem a nyaralós felvételeket, és hát találtam olyan kazetteket is, amiken nem az volt, amire számítottam. Ott láttam meg igazából, tehát hogy ezeket a párat fel is vette? Igen. De jó Isten. Lehet, hogy a megrendelők... Atya is, és mennyi ideig voltatok együtt? Ekkor, amikor ezeket láttad, akkor ez egy hosszabb kapcsolat volt? 10 hónapja voltunk. 10 hónapja voltatok együtt, te beraktál ártatlan egy nyaralós videót, és kiderült, hogy te látod igen. rajta a saját párodat, amint nőkkel van együtt. Hát, ja, egyen láttam. Uh-huh. Szembesítetted? Igen. Abban a pillanatban, amint ezt megláttam, rögtön berohantam a munkahelyünkre, és először csak így kedvesen kérdeztem, hogy mikor jön haza, mondta, hogy szokásos időbe, mondta pedig akkor nagyon sietni kellene, mert pakolsz. Mert hogy pakolok? Hát mert mész, és na innentől sípszó, sípszó, sípszó. Ja, ott kiborult a billi, ott nem tudtad visszafogni magad. Aha. Mi volt a kifogás, igen. vagy mi volt a magyarázat, ő mit mondott? Csak annyit mondott, hogy én ezt nem érthetem. Mondtam, hogy hát ezt nem is nagyon tudom megérteni, de nyilván, hogy ezzel így mindennek vége, hiszen semmi értelme folytatni. És utána hát egy kicsit pletykálkodtam, úgyhogy még a főnökünk fülébe is jutott a dolog, úgyhogy ő nem dolgozott ott már sokáig. Ja, mert hogy ő a munkahelyén csinálta ezt, tehát masszíroztatni jöttek az idősebb hölgyek, aha. ugye ezt mondtad, és akkor közben ott történt, igen. ami történt. És ő ezért pénzt nem, kapott? Nem, otthon. Ez már otthon történt. És ő ezért pénzt kapott ezektől a nőktől? Na most ő ezt nem mondta el nekem, hanem ez úgy derült ki, hogy a következő masszőr, aki ott dolgozott, ő mesélte, hogy bejött a hölgyike, és letette 100 eurót az asztalra, és mondta, hogy akkor megbeszéltek mindent a masszőre. Jaj, persze, persze. Csak nem értette, hogy mi az a 100 euró, és a végén mondta a hölgyike, hogy hát akkor ott is, meg másképp is. Igen, nagyon nem jó elnézik, volt. Én nem vagyok olyan. Hát jó, az a svédmasszált, 100 euró. Kinek kell itt 100 eurót fizetni? Te jó Isten, és neked ez egy nagy szerelem volt? Hát azt hittem, azt persze. Hittem. És közben ő idősebb nőket tett boldoggá, tulajdonképpen fizetésért, ugye? Így van. Aha. És nem is mondott rá semmit? Vagy ezt azért elmondta neked, hogy ezt azért csinálta, hogy pénzt keressen, és mondjuk a ti életetek jobb nem, legyen. Nem. Nem, ilyet nem. Nem, mondott. Nem, egyáltalán nem. Annyit mondott csak nekem ilyen nagy zavarában, hogy én ezt nem érthetem. Hát ezt valóban nem. De egyébként... Ez mondjuk valóban nehéz egyet, megérteni. Gyanús, hogy drága anyukája is ugyanezt folytatta, úgyhogy volt honnan. Ő is a bizniszben? A anyuka is? Szerintem igen, de ez már... idősebb urakkal? Nem, ő fiatalabb urakkal. Ja. Tehát a család lefette az egészet. A család lefette az egészet. Tehát a papa idősebb nőkkel, mama közben pedig fiatal a férfiakkal. És akkor így megvolt a merítés. De jó Isten! És végignézted ezt a videót, vagy több nőt is láttál, vagy ennyi azt mondtad, hogy kikapcsoltad, ugye? Tehát mondtad, hogy elég. Én megmondom őszintén, sokkot kaptam. Tehát így kezembe fogtam, és körbe szaladgáltam a lakásban, így egy körbe. És így, ez nem hiszem el, ez tényleg velem történik? Ez ilyen sok, így? Sok volt az élmény. Aha. Szét is mentetek, mondtad, ugye, hogy nem is vagytok azóta? Nem. Nyilván értelemszerűen, persze. Hát nehéz feldolgozni, még ha pénzügyileg mondjuk jól is jársz vele, akkor is. Az emberek ez nem. Igen, ez a kiegészítő munka igen. kategóriát, igen. ez túllép. Van azóta kapcsolatod, Ivet? Igen. Van. Ő nem masször? Igen. Nyugtass meg. Nem, ő filmes. Igen. Természetfilmeket csinál. Igen. Kíván, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Nagyon szívesen. Hello. Nézzük egy-két SMS, aztán jön még egy hallgató. A volt férjem nem teljesen monogám típus, tudtam a dolgairól, de a gyerek miatt nem léptem jó ideig. Aztán, amikor terhes lett a titkárnője, és a kitől kérdésemre sápadtan csak annyit mondott, nem tudom, no itt már elgondolkodtam a közös jövőn. Kata írta nekünk. Ez azért tudni így a férjedről, hogy nem teljesen monogán típus, és ennek ellenére elnézni, ez nagyon, nagyon kemény. Baráti társaságban az egyik férj 40 évesen meleg lett, az új barát is a családdal lakik, úgy, hogy minden tagad a férj. A feleség többször rajta kapta őket. De mint albérlő? Vagy Isten, hát vagy egy barát, aki bajban van, gondolom, és
Ja, de mindegy is, hogy mi az indok, hát ott lakik, mint barát. Hát azért azt nehezen tudnád megmagyarázni, hogy most valaki oda költözik hozzátok, nem? Nem, azt tudod nehezen megmagyarázni, a feleséged rányit, és ott vagytok mesztelenül az ágyban. Azt jobban lehet, az, hogy valaki oda költözik, mert hely hiány van, azt még meg tudod magyarázni, hogy bajban van a barátod. Atyaisten! Másfél hónapja figyeltem fel arra, hogy a feleségem megváltozott, elkezdtem nyomozni, kiderült, hogy a kisfiam judó edzőjével viszonya van, elkaptam őket. Ezt Jé küldte nekünk. Itt van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, Ramona! Igen, igen, Rami vagyok. Hello, Ramona. Na, te mit tudtál meg a párodról, ami sokkolt? Ugye olyan hallgatókat keresünk, akik elmondják, hogy egy év, öt év után valamit megtudtak. Igen, igen. Hát közel egy év után voltunk így úgymond együtt, amikor kiderült az, hogy neki van egy másik gyereke, vagy hát, hogy van egy gyereke a feleségétől, aki egy pár hónapos volt éppen akkor. Hú, várjál, nekem ez egy kicsi sok információ, de ez bizárja, mert te együtt voltál egy palival, itt kiderült, hogy van egy felesége. Tehát igen, tehát én balkézről vagyok úgymond valakinek, akinek végül tudtam, hogy van felesége, tehát tudtam, hogy van családja, amikor mi úgymond megismerkedtünk, de én akkor még nem gondolkoztam úgy kapcsolatban, tehát így próbáltam így érzelmileg távol tartani magamat, aztán így valahogy így mégiscsak úgy összejöttek a dolgok, aztán így, hát már egy éve voltunk úgymond együtt, majdnem, amikor így láttam egy képet a telefonján, az kicsit így szíven ütött, tehát egy kisgyerek volt ott, akkor így nem kérdeztem rá, csak így gondolkodtam, aztán egy ilyen egy-két hónappal később így beszélt a másik gyerekéről, amikor én így rákérdeztem erre az egészre. A másik hogy... gyerekéről, tehát kiderült, hogy és az mekkora az a gyerek? Hát az egyik az nagy, az már nagykorú. Uh-huh. Tehát ő már 18, a másik meg akkor volt pár hónapos, azt hiszem két hónapos volt. Atya akkor, Isten. Amikor ez egész kiderült. Tehát te mint szerető vagy a kapcsolatban, akkor mondjuk ki, de közben hát te a feleségről tudtál, csak arról nem tudtál, hogy van gyerek. Az elsőről tudtam, tehát én a nagyról tudtam, csak a kicsiről nem. Uh-huh. És ha ezt elmondja, hogy ők gyereket várnak, akkor változik valami? Nyilván, természetesen. Tehát igazából szerintem az lett volna a legkorrektebb, hogyha mondjuk közben, miután ő ezt megtudta volna, mondjuk így szól, mert akkor teljesen másként álltam volna én is a dolgokhoz, de tehát én arról tudtam, hogy neki ugye van a családja, de mindig azt mondta, hogy oké, ők jó, megvannak a feleségével, nincsen köztük semmi gond, de valami úgy mégis hiányzik. De nekem egyébként ezt sosem értem, hogy egy szeretőnek mi a perspektíva, hogy előbb-utóbb elhagyja? Vagy te is egy olyat kerestél, hogy neked nem kellett több? Mert az ember megtudja, hogy van családja. Végül is igen, de mondom, tehát teljesen véletlenül sodrottunk mi össze, tehát én abszolút nem gondolkoztam így érzelmileg. Lelki síkon valamilyen szinten jól megvoltunk, jól éreztük egymást, azonos volt a gondolkodásunk, az ágyban is jól kijöttünk egymással. Tehát most kiderült, hogy gyereke van. Hát és akkor kiderült, igen, hogy gyereke van, ami így a mai napig ez egy elég hatalmas éket. De együtt van. A kettőnk közti. Hát mai napig együtt vagyunk. Úgy hát olyan nagyon nagy éket nem vert azért, ha közben gyereke van, nem? Részemről kicsit nagyon sok minden változott azóta. De ezt is furcsa így elmondani, mert így megérteni, de igen, tehát én hozzáállásom azóta lényegesen másabb. Nem, ebben a megdöbbentő az egyébként, hogy emberek mekkora hazugságokat építenek saját maguk köré, nem? Hogy van egy feleséged, attól van gyereked. Közben van egy szeretőd, a szeretőd tudja, hogy van feleséged, nem tud a gyerekről, közben van egy nagyobb gyereked, arról se tud a szeretőd, közben a feleséged... De a nagyobbról én tudtam, bocsánat. Tehát én van egy kisebb gyereked, tudtam. Akiről nem tudsz, közben igen? A feleséged nem tud a szeretődről, tehát hogy milyen óriási hazugság halmazt építenek emberek saját maguk közé. Állítólag vannak a nőnek, de nem vagyok benne biztos. Múltkor állítólag egy SMS-emet elolvasott, de úgy tudja, hogy valami régi kapcsolat. Tehát igazából én nem tudom, hogy milyen sztorit épít föl otthon. Tehát tudom nagyon, hogy hazudik a feleségének, meg abban is biztos vagyok, hogy nekem is hazudik. Tudod, mit nem értek én, hogy egy olyan nő, mint te, az mit vár el egy olyan palitól, akitől látja, hogy hazugságban él? Tehát, hogy te ebben miért nem lépsz ki? Neked ebben mi a perspektíva? Van egy palid, aki hazudik. Van egy pali, aki hazudik a feleségének. Kifele és vagyok belőle. Kifele vagy belőle. Érzelmileg nyilván érintett vagy, gondolom, nem? Nyilván, tehát érzelmi szinten nehéz, tehát kicsit érzelmileg úgy nehéz leszakadnom róla, de tehát itt azért van egy ilyen kis szív-ego harc kőkeményen, mint mindig. És persze a szívem valahogy azért még húz felé, mert vannak olyan dolgai, amik miatt szeretem, aha, meg tényleg szerethető, de viszont ott van a büszkesége, meg minden, ami azért úgy nem engedi, tehát az ego azért az most kőkeményen előtört. Hány éve zajlik a dolog? Ezt végül két éve ismerjük két egymást, éve, mondom. Hát kemény történetek ezek. Nem én igyellek, Rabona, de a feleséget még jobban sajnálom. Hát figyelj, ugye? Igazából... Tehát, én jó, őt sajnálom igazán ebben a történetben.
Igen, csak mondjuk nekem az is érdekes, hogy ez a gyerek hogy született meg a kapcsolatban. Tehát, hogy 18 év után hirtelen érkezik egy másik gyerek, azért az is elgondolkoztató egy kicsit. Hát te mint szerető, igen, kérdés, hogy neked a Pali mit ígér, hogy kérdés, hogy te számon kérheted-e? Nem kérem számon igazából, mert nincs is miért, tehát nem az én dolgom őt számon kérni tulajdonképpen. Hát igen, mert kérheti azt a Pali, hogy figyelj, fél év múlva elhagyom, és addig tartsák ki, és ha közben beesik egy gyerek, akkor te ezt nyilván számon kérheted, csak nehéz azért itt, igen, mit mondani. Igen, csak azért az őszinteséget elvártam volna tőle akkor, tehát mind felé, mind pedig azért a nővel szemben úgy lett volna tisztességet. Az érdekes, hogy egyébként akinek nyilvánvalóan szeretője van, az nem boldog. Ugye? Tehát, hogy van egy kapcsolata te, és közben azért oda még bepottyant egy gyereket, holott tudja, hogy közben már egy másik nőnél keresi a boldogságot. Tehát nincs oda hazugság halmaz. Köszi, hogy elmondtad, kitartás. Nem egyszerű élethelyzet. Köszönöm igen. Szépen, szép napot nektek, sziasztok. Hello. Most nem megyünk bele moralizálásba, hogy ki a hibás a szerető, az egy másik téma lenne. Itt a hazugság halmaz. Az ilyen érdekes, Ramonát most nem akarjuk elítélni, ez az ő döntése, elmondta, nem fog most pálcát törni a feje felett, hogy milyen nő az ilyen. Nem is tudunk részleteket, nem is kell. Milyen nő az ilyen, sokféle típus létezik, érdekes élethelyzetek ezek. De mondom, én a feleséget sajnálom leginkább. Azt mondja, hogy Tibor vagyok, nem, volt férjem szülésznőgyógyász, volt kellemes volt, amikor egy pubban a szomszéd asztalnál arról beszéltek, hogy milyen jó az ágyban. Ági írta nekünk. Tehát, ha ő kihallgatott egy beszélgetést a saját férjével, igen. Azt mondja, hogy 4 hónapos terhes volt, amikor kiderült, hogy az apukának 4 bírósági tárgyalása van folyamatban, és börtönben is volt. Kérdezi egy hallgató, hogy meséljek? Elképesztő történetek jönnek egyébként. A volt férjem nem teljesen monogám, igen, ezt olvastam. A férjem fél éven keresztül 3 kapcsolatot tartott fenn, mi ki nem derült. Nagy pofom volt, de be kellett látnom, hogy ez én is kellettem. Azt mondta, hogy kapuzárási pánik volt, bizonyítani akarta, hogy ő még pasi, párterápiára jártunk. Most már minden jó, de sokat tanultunk a másikról és a kapcsolatunkról. Együtt vannak. Aha. Ők még együtt vannak, igen. Igen. Ez a börtönös sztori is izgalmas, amit az előbb mondtál, hogy van egy múltad, van egy ilyen böris történet, hát most nyilván elmondod, nem? Az a korrekt. El kéne mondani. Ugye? Ez ilyen börtönös történet. Hát kérdés, nem tudom. Hát sok, ezen nagyon sok összetevője van. Hát most ha nem, persze, hát ez egy egyéni döntés, nem tudom. Apukám ezt 3 nővel csinálta 50 kilométeres körzetben 15 éven keresztül. A ruházatáról tudtuk meg, hogy melyiktől jött haza éppen, ezt Jucus küldte nekünk. Papa ott azért az kemény lett. Igen. Mindenütt volt tiszta ruha, látod? Bocs, de szerintem egy szerető azért szerető, mert második a sorban nincsenek jogai, vicces, hogy a hölgy mondja, hogy mi lett volna a korrekt. A korrekt, amit ő csinál, kérdezi Barbie, igen, hát erről beszéltünk, hogy nem akartuk mi őt elítélni, de jogos a kérdés, igen. Na, sok SMS a sárga, csak nem tudom, hogy... Na. Ne húzz fel magad. Értem a témát, értem, hogy milyen érint. Ne húzz fel magad. Jó, igen. Azt mondja, hogy... Még nem értem, Tibor vagyok, számomra a legdurvább az volt, mikor 3 hónap után végre rászánta magát a barátnőm, hogy lefeküdjön velem, öltözésnél előkerül. De Juli, ilyeneket ne jelöljünk már be. Mindegy. De jelölök. 3 bimbója volt a csajnak. Hát most az 3 bimbója volt, Juli. 3 bimbója. Most ez neked miért tetszik, hogy 3 bimbója volt? Mit tudtál meg a párodról, mint sokkoló információ, hogy 3 bimbója volt? De ez hát figyelj, hogy tök komoly téma, moralizálunk, érted, de bejelöl, hogy 3 bimbója volt. Mert bejelöl egy olyan SMS-t, most tudtam meg, hogy a párom szereti a bundáskét. Én értem, hogy... Ennyi év után. Hol van egyébként a harmadik bimbó? Nem tudom, neki általán biztos. Júli, hol a harmadik bimbó? Hol a harmadik bimbó, ha már bejelölted? Középen? Persze, középen. Na jó, van, játsszunk valakivel egy kis 3-as ugrás. Jó, már itt is van a játékosunk. A 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! És így röhögve bejelölő, hogy 3 bimbója volt. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Sanyi vagyok. Szia, Sanyi. Hello, Sanyi. Honnan hívtál minket? Eger mellől, Bátorból. Bátor? Kis község, ugye? Igen. Mit csinálsz? Dolgozom éppen. Gondoltam rá, csak hogy mit? Ja. Egy vasöntödében vagyok, Mártó. Mártó vagy egy vasöntödében. Igen, kerámia készítés. Ez mindig ugyanaz a munkafázis? Tehát Mártasz tovább megy? Persze, igen. Na most várjál, vasöntödében kerámiát mártatok? Nem, kerámiát készítesz, igen. Amiben beleöntik ugye a forró vasat. Igen. Ami kihűl, aztán leverik róla a kerámiát. Kerámiát is kész a forma.
És mit mártasz? Mert itt csak öntés volt. Ez úgy van, hogy viasz van. Aha. Viaszból meg van csinálva az anyag. Erre és megy 5 réteg homok. Nagyon bonyolult. 2-3 óra hosszá száradási idővel. És ahogy megvan az 5 réteg, ezt a mellettem lévő kollega kiolvasztja, belül a forrógia. Jó, oda megy az. Oké. Sanyikám, nem mond tovább, mert egyrészt fogalmunk nincs nagyon, kettő, hogy igen, nem is tűnik annyira izgalmasnak. Bár én kérdeztem csak, amikor már így belementél, hogy pontosan milyen munkafázisok vannak, azt mi már abszolút nem értjük. Tehát, mi elvéreznénk egy ilyen helyen. Figyelj, kérdezem a Janit, milyenek a kérdések, de Jani ugye beteg. Figyelj, egészen vihető. Jó lesz ez. Jó, mehetünk? Hát remélem. Oké, mehetünk. Így szól a kérdés. Ki az az olimpiai bajnok magyar birkózó, aki kickboxban és kevert harcművészetben is világbajnok lett? Hú. Na ez kemény. Sportban nem nagyon vagyok ott. Hát azért róla lehetett hallani szerintem. Ha jó, mire gondolok? Kickbox és birkózó. Hát ugye olimpiai bajnok magyar birkozó, kibolsz és kevert harcvizetben pedig világbajnok. Hát valami egy nevet csak beugrik. Lehetőség. Na mindegy. Kit mondtál volna? Aki a Celeb vagyokba volt. De volt, 30-an volt. A legutolsóba. Na? Növény. Hát az volt a Celebben, növény, az sok volt, igen. Igen, Növényi Norbert. Igen, Növényi Norbert, de szerintem ő nem volt, a Bunyós Pityura gondolt, de szerintem ő volt. De nem volt Növényi benne? Teljes volt a zavar, én nem emlékszem. Uh-huh. Most az utolsó szériában nem. Sanyikám, itt minden összecsengett mindennel, úgyhogy ez nincs meg. Jó? Jó. Köszi a játékot. Köszönöm. Hello, jó munkát neked, ciao, hello. 2 perc van, pontosan 9 óra, gyerekek, utána járunk, hogy mi történt Sárváron. Hívjuk a Valentin napi nyerteseinket, Andrást és Anitát, Anita igen. Volt, ugye? Anitát, és kinyomozzuk, hogy mi történt Sárváron. Nagyon sok pletyka van az útról, már jönnek, vissza az információk, de most kiderül az igazság. Hát, írnak SMS-t hallgatóink, akik ott laktak mellettünk, írtak SMS-t korarege hallgatók, akik látták őket a sárvári fürdőben, van, akik hallottak bizonyos dolgokat, hogy aztán kiderült, hogy nincsenek ott. Semmit nem hallottak, mert nem is ott voltak. Úgyhogy őket hívjuk, jó? És megnézzük, hogy mi történt Sárváron. Nem sokára Andrásékkal folytatjuk. 2 perc múlva, pontosan 9 óra. 4:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, Jánosunk beteg. Reméljük, hogy holnapra jobban lesz, hétvégén ápolt a családját, aztán kidőlt, úgyhogy ő ma nincsen, de drukkolunk neki, hogy holnapra már meggyógyuljon. Hát, ha influenza, akkor az még remélhetően. Akkor valószínűleg nem lesz még, igen. De majd látjuk. Igen. Budafoki úton befelé a benzinkutnál KPM, ezt Gabesz küldte nekünk, köszönjük szépen. És hát még mindig jönnek a durva sztorik egyébként, elképesztő, hogy hány embernek van viszonya a felesége mellett, hogy hányan tudnak, hogy hányan tudták meg később az eltitkolt gyerekeket. Szóval hihetetlen történetek jöttek. Hát és 3 mellbimbó. És hát Júli meg a bundás kenyér, Júli! Bejelölt bundás kenyér és 3 mellbimbó. Igen. Aj, gyerekek. Na, azt mondja, hogy Sárvár, ugye itt tartunk? Itt, Sárvár. Volt egy játékunk a múlt héten, ami arról szólt, hogy ne csak a párok örülhessenek annak, hogy Valentin nap van, hanem azok is, akik szinglik, ezért megpróbáltuk a lehetetlent, hogy jó találkozzon jóval, és egy vakrandin végül is 2 fiatal, kalandvágyú ember elmehessen együtt Sárvára. Egy romantikus hétvégét eltölteni, ami szerintem izgalmas, kalannak mindenféleképpen jó. Szerintem, ha valaki szingli, vagy valaki szingli szeretne lenni, az legalább egyszer elgondolt, hogy milyen jó lenne egy ilyen hétvégén részt venni. Hát nélkül, vidáman, fiatalként, úgy, hogy bármi megtörténhet. Nem? Most, hogy ezután a párhuzamos életsztori után vagyunk, felmerül a kérdés, hogy lehet, hogy Andrásnak van egy másik élet. Lehet, hogy mindkettőnknek van, igen. És hát tartottunk egy előválogatást, szerint volt a mi Andrásunk, ugye, pontosabban most is van, találkozott 5 jelölttel, legalábbis így az éteren keresztül, és az 5 jelölt meghallgatása után ő kiválaszthatta, hogy kivel megy el erre a romantikus sárvári hétvégére. Hát ő végül úgy döntött, hogy Anitával megy, vagyis mi Szerdával.
Miss csütörtököt nem merte bevállalni. Miss kedvedért. Nagyon erőszakos volt. Csük, hogy miért nem vállalta, tehát hétfő és péntek volt még. Végül is ő Anita mellett döntött. Nagyon érdekes volt szerintem az öt lány, hogy egyrészt tök különböző karakterek, bár talán a Miss hétfő és a Miss szerda hasonlított egy kicsit egymásra, de ha megfigyeltétek azt a licitálást, amit a lányok az előttük lévőre elkezdtek mondani, tehát hogy én nekem is van közgazdász diplomám, de még egyébként két nyelvvizsgám is. Finoman osztották egymást a lányok, igen. Kemény volt, Miss csütörtök az a maga mesztelen valójában rohant a dolog felé. Én azt gondolom, hogy akkor egy ilyen biztos sikerre mehetett volna András, vagy kinyírják egymást, még ez lehetett volna ami jó. És a péntek is érdekes volt, mert András lába ott megremegett. Szerintem csütörtökön ő már tudta, hogy Miss szerdát választja, de a pénteki lány meghallgatásakor egy kicsit ott bizonytalankodott. Pénteken elbizonytalanodott, aztán végül is döntött, és Anitát választotta. Úgyhogy felhívjuk akkor őket, és megkérdezzük, hogy mi volt, hogy telt, hogy indult, egyet milyen az, amikor az ember beszél egy vadidegen pali vagy nő autójával, két óráig kellemesen beszélgetnek, és aztán megérkeznek egy szobába ketten. És ahol együtt kell aludni, együtt laknak, együtt kell minden olyan dolgot csinálni, amit nem biztos, hogy elsőre az ember mondjuk egy vadidegen nő vagy férfi előtt csinálna, reggel felébredni, szépítkezni, fürdőszobába menni. Tehát van egy csomó kényes kérdés, mégis közben az egész egy nagy kaland, ugye? És nagy kaland lehet belőle. És a lehetőség benne is van, amikor szerintem egy ilyenbe belecsapsz, hogy ebből tényleg lehet jó is, ugyanakkor meg azok a gátak, amik az emberben dolgoznak egy kapcsolat elején, az itt még inkább benne van. Na, kezdjük Anitával. Anita, jó reggelt kívánunk! Hello! Hello! Jó reggelt mindenkinek! Anita, hello! Hát a döntés után már nem is nagyon tudtunk beszélni. Igen. Ugye ott hagytuk abba, hogy a kolléganőid nagyon örültek, és egy egész munkahely drukkolt neked, hogy te lettél a kiválasztott, ugye? Igen, igen, sokan, meg barátok is rengetegen így van. Mit mondtak, amikor letetted a telefont? Milyen jó tanácsokkal láttak el, vagy miket mondtak? Bolondok háza volt egyébként nagyon, mert hogy konkrétan nem lehetett feldolgozni ezt rengeteg üzenetet, meg hívást, ami érkezett. Úgyhogy értelemszerűen először így a anyukámmal beszéltem, meg a családdal, aztán utána így próbáltam feldolgozni többit, mindenki nagyon jó szórakozást kívánt. Édesanyám nem mondta, hogy vigyázz, kislányom, nehogy valami szatír legyen, hogy az anyák azért aggódnak, hogy vadidegen palival elmenni. Hát azért az kalap. Nem, hát azért bíznak bennem, megismernek annyira, hogy megvan a magamhoz való esze, meg felnőtt ember vagyok, tehát tudom ezeket a dolgokat a helyén kezelni. Hát igen, meg talán mi sem szabadítunk a nyakadba azért egy elháborodott. Így van, én is ezzel nyugtattam, hogy ne aggódjon meg, hát ugye mint kiderült a pénteki adásból, hogy van közös ismerős, ez később meg is erősödött, hogy több közös ismerős is van, tehát hogy azt nem is gondoltuk volna, hogy nagyon kicsi a világ. Fie, egy olyan vélemény nem volt, aki azt mondta volna, hogy hát édes lányom, te nem vagy normális. Nem, képzeld el, hogy tök nem jó. Volt. Ez tök jó. Mindenki nagyon pozitív volt, nagyon támogató, rengeteg ilyen, mert este meg is osztottunk fényképet, hogy megérkeztünk, és mint közkívánatra már, hogy nagyon-nagyon kíváncsiak voltak a barátok, és mindenki nagyon ez a úristen, úristen, de jó, meg érezzétek jól magatokat, meg egy mekkora buli, tehát, hogy így mindenki kicsit másképp, de pozitívan fogta fel. Pozitív, de egyébként jó kaland is. Na, haladjunk sorjában, letettük a telefont. Igen. Ugye ott tartottunk. Annásnak volt egy elég érdekes húzása, amit én nem is teljesen értettem, de kíváncsi, hogy te mit szólsz hozzá, mint nő, aki ugye a randi másik végén voltál, és ugye ilyenkor talán egy nő lehet, hogy mást vár. Ugye arról volt szó, hogy András veszprémi, volt, te budapesti, ugye? És végül is megbeszéltetek egy köztes találkozási pontot, Székesfehérvár, ami számukra azért volt egy kicsit fura, de nyilván Andrásnak meg voltak az érvei, hogy nem egy ilyen randin, nem mondja azt, hogy figyelj, Anita, hol találkozzunk, megyek, érted, és felvett téged volna Budapesten, hanem azt mondod, hogy egy köztes megálló Székesfehérváron találkozzatok. Ugye? Ez fura volt. Nekünk volt csak fura, vagy kicsit neked is? Nektek volt fura, mert én, ahogy a műsorban is elmondtam, én nem vagyok az a típusú lány, akinek mindig vinni kell a fenekét mindenhova, tehát én elég önálló vagyok, meg azt gondolom, hogy a mai világban azért nagyon sok lány erre alapoz, hogy ő ezt keresi, hogy most neki az mennyire fontos, ezek az ilyen szerintem közhelyes dolgok. Én azt gondoltam, hogy tegyünk bele mind a ketten, tehát hogy én benne vagyok, én nagyon sokat buszoztam, simán elmegyek Fehérvárig. Egyébként azt hozzáteszem, hogy amikor utána felvettük a kapcsolatot, azért ő mondta, hogy hát ez most ez így biztos nem gond, meg mit, tehát eljött volna értem, ha én nagyon gondom. Utána már érezte, hogy akkor ha kell, akkor elmegy, érted? Nem, szerintem ő ezt pontosan először is érezte, akkor még ott élesbe próbáltunk megoldásokat találni, én mondtam neki, hogy nekem ez egyáltalán nem jelent problémát, elmegyek, ezen ne aggódjon, és
elmentem Fehérvel, ja, de azt egyébként tudni kell, hogy mi hogy találtuk meg egymást, mert ti tényleg elengedtétek a kezünket, és konkrétan nem tudtuk egymás elérhetőségét, és mind a ketten vártunk, hogy hát biztos majd valaki megkapja a számot, és hát az az említett közös ismerős rám írt. De ne, hát a Júli aztán adott számot. Hát ő összekötött benneteket, hát kellett, hogy adjon számot. Ja, lehet, hogy csak Andrásnak adott számot, és András azt gondolta, hogy nem, ő Andrásnak sem volt elérhetősége. Tehát azért ezt most elmondom, hogy a Sárvárnak volt meg mindkettőnk elérhetősége, de mi ugye vártunk egy kicsit, hogy akkor mi lesz, hogy lesz, de nagyon bepörögtek az események, mert az a bizonyos közös ismerős rám írt, hogy ő volt a közös ismerős, és nem árult el az Andrásnak, hogy ki vagyok, mert mondta, hogy ez egy vakrandi, és ő nem fogja lelőni a poént, tehát ezt azért tudni kell, és viszont így már a közösségi portálon az ő ismerősei között könnyen megtaláltam. Mi nem voltunk ismerősök, így András nem talált meg engem. Tehát, hogy és hol leszálltál Székesfehérvárról a buszról? Megálltál. Ez egyébként elmondom, tudatos volt, hogy kicsit nehezítsünk a dolgon. A műsorvezető próbálja menteni a helyzet, tudod, de teljesen tudatosan, tettünk még egy csavart a történetbe. Úgy voltunk el, hogy ezt megoldjátok, már minden könnyen megy. Elmondom, mi van, mert ugye, hogy szerveztük itt mi tulajdonképpen András Sárvár vonalat. Feri szervezte a fürdőt közben, és megláttunk minden kontaktot. Igen, Júli 10 órakor, gyere be az irodámba, Júli 10 órakor, légy szíves vagy, jó? Köszönöm szépen. Folyamat volt, tehát 10-15 perc alatt körülbelül már eljutottunk egymáshoz, tehát én bejelöltem őt a közösségi portálon, visszajött, hogy csak nem, és hogy hát akkor küldjem el a számomat, és akkor elküldtem a számom, és megbeszéltük, hogy akkor mikor, hogy találkozunk. Mondta, hogy már időben ott fog várni, úgyhogy óriási rózsacsokorral várt engem, úgyhogy... akkor nézzük, hogy leszálltette, találkozatok, rózsacsokor. Piros rózsacsokorra várt, ez így nagyon helyes. Van, aha. Így van, nagyon-nagyon szép csokor volt. Ki volt jobban zavarba? Te voltál inkább zavarba, ő volt zavarba, kicsit mindketten ott az ember hirtelen, azért mégis egy érdekes helyzet, vagy úgy flott volt az egész, és ment minden a maga útján. Nem tudom, szerintem olyan gördülékeny volt, tehát mind a ketten beszédesek vagyunk, tehát hogy teljesen normális. Persze van egy fajta druk az emberben, de egészen más volt, mint az egész hír. A feszültség volt, ez meg már csak egy ilyen kicsi druk, és akkor mind a ketten nagyon sokat beszéltünk, átbeszéltük az egész hetet végig. Az utazás alatt. Tehát, András próbálkozott egy szájra puszival elsőre? Nem, de hát nem is András nem ez a típus. Figyelj, volt a kínos... Nem arról van szó, de én nem is szerettem volna. Igen, de nem is erről szólt. Volt a kínosabb csendek, vagy érezted, hogy van? Tehát az az érdekes, hogy nem volt. Tehát, hogy nagyon-nagyon tényleg nagyon gördülékeny volt. Rengeteget beszéltünk, nevettünk. Jó, nagyon jól el voltunk ilyen téren. Tehát azt érezted, hogy úgy működik kettőtök között a dolog. Jó volt, oldott volt, beszélgettetek. Aha. Volt témánk, volt közös ismerősi kör, volt közös helyszínek az életünkben, csak más időpontban. Mint Pali, milyen volt első, amikor megláttad? Ugye nyilván volt egy prekoncepció, nyilván gondoltál valamit, amikor ő ott kiszállt az autóba hatalmas rózsacsokor, ránéztél, akkor azt mondod, hogy hát a kék szeme az nagyon durva, tehát hogy ez így, igen, nagyon-nagyon szép kék szeme van, nagyon világító kék szeme van, tehát hogy ez mindenképpen az ember az, ami így elsőre szembetűnő, jó kiállású, magas pasi, úgyhogy megmondom, udvarias volt nagyon, nem volt zavarban ő sem, tehát úgy benne minden volt. Oké, dumáltatok az úton, megérkeztetek, leparkoltatok, szoba elfoglalás, ugye? Recepció, igen. Kitöltés, tudták, igen. Hogy nyilván ugye azt, mi szerveztük, tehát ott már rátok mosolyogtak, igen, mondtátok. Igen, ez a mosolygás ment, mindenki mosolygás, meg jaj, hadd csináljunk egy fotót, mert meg szeretnénk mutatni az ismerősöknek, kik vagytok. Tehát, igen, nagyon helyesek a csajok, akik ott dolgoznak. Nagyon, nagyon tündériek, igen, tehát hogy így le a kalappal előttük, mert mindig minden téren ott voltak, megkaptunk mindent, amit szerettünk volna, tehát külön helyen vacsoráztunk, meg nagyon romantikus volt, meg kedvesek, aranyosak. Úgy, hogy... Jó, de várjál, bementetek a szobába, lepakoltatok, oké, ott van egy kis toporgás, hogy akkor hogyan tovább, mi volt az első program, vagy mit csináltatok, hát az ember elmegy. Megláttuk a bekészítést, ott volt ilyen epres, habos, kis bekészítés, ilyen kis szívecskék, mindenhol elszórva ilyen kis szívecskék, kicsi apró szívecskedarabok, pezsgőbe készítve, hát persze azonnal megbontottuk a pezsgőt, meg csináltunk egy-két fotót, amit így feltoltunk a közösségi portára, hogy akkor megvagyunk, itt vagyunk, és megérkeztetek. És minden rendben. Aha, igen. És ez volt az első program, hát aztán ugye aki először elment pisilni, az megengedte a csapot, hogy a másik ne hallja, ugye, mert én emlékszem kezdőrandoknál egyébként, amikor csajhoz mentem, hogy mi volt az első mindig megengedtem a csapot, hogy ne hallja, hogy pisilek. Tudod, amikor zavarba
van, vagy mit csinálsz? Elmegyek mosdóba, és kinyitod a csapot, hogy semmit ne hajol. Ő meg nyilván tudta, hogy te barom, miért nyitott ki, tudom, hogy pisziz, én is szoktam, tudod. Nem emlékszem erre az első pontra, hogy mi volt az, amikor valamelyikünk elment így mosdóba, vagy ilyesmi, de így annyira nekem ez így nem maradt meg, mert elég, valószínűleg elég jól hangzik. Azt hiszem, ezzel kezdjük akkor a játékszabályok lefektetését, ha én megyek, akkor te kimész. Igen, jó. Aztán vacsival kezdtetek utána, hogy volt egy séta, kicsit a major megnézése? Nem, mert akkor azért már sötét volt viszonylag, mikor odaérkeztünk, úgyhogy akkor nem néztünk körbe, hanem a szállást néztük meg. Nagyon-nagyon full rendben volt, egy gyönyörű szobánk volt, a hangulatos, volt egy kicsi erkély, ami hátra nézett ki, ott futkároztak az őzikék így éjszaka, meg láttam, volt, hogy így kiálltam, és láttam, hogy mászkánk, meg a madarak csicseregtek reggel, tehát egy nagyon-nagyon kis klassz, hangulatos, nyugodt, családias környezet volt, és akkor lement vacsorázni, mondom, így teljesen külön helyszínen terítettek nekünk, nem az étterem részen, úgyhogy ott volt megint áztort civecske, gyertyafény, meg... Nagyon készültek. Figyelj, a vacsoránál vannak olyan pontok, amikor egy pillanatra megakad a dolog. Volt ilyen, és aztán tovább ment, mert az ember baromira gondolkozik, hogy erről beszélünk, arról beszélünk, hogy az egész tényleg csak úgy folyt, és egyszer jó volt. Nem el, hogy ez nagyon gördülékeny volt. Tök jó. Ez nem volt egy pillanatig csend, vagy ilyesmi, hanem mindig volt téma. Meséltünk egymásnak a múltjáról, barátságokról, szerelmekről, mindenről volt szó, tehát hogy kinek mi volt az életében. És óvatos tapogatás, vagy tapogatózás azért a szóban a másik felé, hogy lehet-e ebből valami, még ott el se kezdődött akkor péntek este. Tehát csak átbeszéltétek az életeteket. Igen, tehát inkább ez a beszéltük a hetet, az életet, tehát még akkor a vacsora környékén ilyenekről annyira nem esett. Szóval, hát én volt ilyen, hogy mondjuk András ez a megfogta a kezemet, mert hogy hát adjunk az érzésnek, akkor legyen romantikus, és akkor kézen fogom le, vagy ilyesmi. Megfogta a kezemet, de az első villaszúrás után visszahúzta. Igen, tehát hogy az itt teljesen rendben volt, és akkor lementünk kézen fogva, meg hát ott nagyon lányok, nagyon aranyosak voltak, hogy jaj, ti milyen cukik vagytok együtt, mert hát tényleg olyan kis mosolygósan, meg kedvesen áll voltunk, tehát tényleg nagyon sokat nevettünk, meg nem volt. És kézen fogva mentetek már vacsorázni? Igen. Aha. De ez úgy jött ez az érzés, hogy csak hogy megfogd, vagy csak egy ilyen humor, hogy na most akkor mintha romantikus vacsorára mennék, akkor fogjuk meg egymás kezét. Nem tudom, ez is jelentett, hogy igazából nem jött, szóval így megfogta, hogy hát nem is volt erről, vagy nem beszéltük ezt így külön, csak így mosolyogtunk egyet, hogy jó, hát akkor ezt így a hétvége kedvéért mindenképpen adjuk meg az érzést, hát mégiscsak romantikus hétvége, oké, vacsorázás. Aha, kéz a kézben is. Jó. Vége a vacsinak, ugye? Gyertyafény, gyertya elfújással, nagyon jó. Jó, igen. András ránéz a számlára, hanyat esik, megnyugtatják, nyugi András, nem kell ezt is a balékáját. András megnyugszik, kifújja a levegőt, oké? Na, szóval ettünk egy finomat, és megbeszéltük, hogy ugye Serváron volt a fürdőben az éjszakai fürdőzés, hogy arra mindenképpen akkor átmegyünk. Mindent, egyébként András mindent intézett, tehát nem kellett kérdezgetni, nem kellett semmit, mindig ő intézett a recepció mindent, meg ő járt utána a dolgoknak. De ez egy jó, ez egy pillanat, ez kell. Ez úr, igen. Úgyhogy nekem ezzel különösebb feladatom nem volt, és akkor megbeszéltük, hogy gyalog átmegyünk, mert hogy nagyon közel van a fürdő, és akkor mégiscsak sétálunk egyet, úgyhogy kézen fogva átsétáltunk, és akkor átmentünk végig megint csak beszélgetés, hát ugye oda mentünk a fürdőzet, és akkor ott mindig először próbáltuk mondani, hogy akkor mi a nevünk, meg melyik helyről jöttünk, Vadkertmajorba jöttünk, milyen, és akkor így ez a tudod összesüknek, hogy szerinted ők a klassz FM-esek. Mondtuk, hogy igen, mi vagyunk, akkor nagy boldogság mindenki sem szemében, hogy igen, de mondjuk azért láttunk ilyen tekinteteket, amikor így az ember azt érezte, hogy valószínűleg összerakták, hogy mi vagyunk. Figyelj, megmondom neked őszintén, hogy itt már reggel jelentettek igen. A hallgatók, tehát volt, aki elárult, hogy te egy kék fürdőruhában voltál. Jó, olyan lilás kék a sűrűről, ha milyen a hajszíned, hány centi magas vagy. És hogy nagyon jó alattad a tepertő. És nagyon jó a tepertő. Ezt írt, hogy hallgató, reggel 6 órakor már erre jöttünk be, hogy konkrét a hallgatóink jelentettek, hogy láttak benneteket. Na, figyelj, én továbbra is olyan leszek, mint egy 80 éves öreg néni. Engem minden részlet érdekel. Én azt kérdezem meg, amit a hallgatók is megkérdeznének. Vacsi, oké, ott még az ember azért kicsit úgy viselkedik, de amikor átkerül egy kicsit oldottabb helyzetbe, ott már azért lehet valami. Ez... Itt már úgy alakulgatott, vagy itt sem léptetek át még egy bizonyos határt, fürdés, jókedv, pancsolás, András vidáman kétszer lefröcskölt, de hogy... Te elmentél csúszdázni inkább. Igen, csúszdáztatok nagyokat, itt még mindig nem volt benne, vagy itt még mindig nem történt semmi? Csak egy jó hangulatú fürdés.
Hát igazából annyi volt, hogy ugye volt DJ, hangulatvilágítás, szívecskés lufik, mindenféle, bementünk a vízbe, és hát kimentünk a külső részre a vízben, mert hogy mégiscsak meleg víz terepen sokkal jobb, meg szebb, és gyönyörű csillagos éjszaka volt, tehát hogy meg András megmutatott egyébként nekem egy csillagot, amit ő is vált egy ilyen csillagképet, de nagyon tetszett. Volt ilyen fölnézett az égre, azt mondta, az ott a nagy medve, és ez a katyámba a kis medve. Tényleg egyébként nagyon jó volt, mert én nem ismertem a csillagképet, meg annyira ezeket nem is tudom felismerni. Mit mutatott? Az Orion-t mutatta. Az Orion csillagképe. Igen, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon klassz volt, meg a hangulatos volt, meg tényleg ezek a fények, stb. Minden, és akkor hát ott már volt ilyen, hogy mit tudom, így belekapaszkodtam nyakába, és volt ilyen áramló víz, amin így végigmentünk, meg ilyesmi, tehát ott ugye... A belekapaszkodtál a nyakába, azért nem tudsz úszni, és nem mély volt a víz, hogy volt ebben egyfajta tudatosság. Nem volt mély a víz, hanem ez az áram, ahogy víz magával, akkor ő úgy mondja, hogy uh-huh. Igen, tehát vigyázott rám. És választottatok közös csillagot is az Orionban? Jaj, nem. Nem volt ilyen, pedig az menő, hogy választunk közös csillagot. Jó, oké, vége a fürdésnek. Igen. Ugye jön a dolog leglehezebb része, két idegen ember visszamegy a szobába. Igen. Mi történt? Aranyom! Nagyon kíváncsi vagyok! Hát értelem, szerint a fürdőzés után akkor megbeszéltük, hogy akkor letusolunk külön, tehát ő elment tusolni, uh-huh. Én addig próbáltam feldolgozni a közösségi portálon a dolgokat, utána pedig értelemszerűen hát így felöltözve háló ruhá, vagy hát boxerba aludt András, úgyhogy abba kilépett, én pedig bementem, tehát ez körülbelül semmivel nem volt másabb, mint a fürdőbe a rövid nadrág, ugye értelemszerűen. De így bekiabált, amikor te tusoltál, hogy bemenjek megszappanozni a hátad, vagy ilyen semmi? Nem volt ilyen. Tehát úriember volt, nem zavar fürdés abszolút közül. Abszolút úriember volt, tehát hogy nem nagyon ő is így megfelelő időben helyén kezelt a dolgokat, nem volt ez az ilyen pofátlanul rámenős, meg ilyesmi, aha, nem ami is ez a zavaró volt, is lehet. Így van. Úgyhogy utána én is bementem, elkészülöttem, és hát én is felöltöztem a hálóruhámba, ami egy ilyen kis, hogyha érdekel, hogy miben aludtam. Gondolom, érdekel benneteket. Igazából egy ilyen plüssös, ilyen forró nacsiszerű, amiben aludtam, meg egy ilyen meg trikó, ami ilyen kis vékony pántos. És bementél, és a kutyafáj, elnéztem a naptár. Jó. Na, volt valami első este, vagy nem volt? Akkor megkérdezem, igen, azt, amit mindenki tudni akar, aztán megyünk a második napra. Megtörtént a dolog, vagy egyelőre megbeszéltétek, és nem történt semmi? Vagy nem történt semmi? Hát annyi történt, hogy a fürdőben volt egyébként egy csók. Tehát azt, hogy visszatérve a fürdőben. Te kapkodtál, persze, igen, ott volt egy csók. Uh-huh. Igen, és egyébként éjszaka utána még pezsgőztünk, meg nagyon sokat beszélgettünk, körülbelül én éjjel 2:30-ig beszélgettünk, és akkor utána lefeküdtünk aludni. Igen. De úgy, hogy akkor a dolog nem történt semmi. Nem, aha. Nem. Igen. És hát jó későn keltünk, értelemszerűen ilyen 11 dél körül mentünk reggelizni, úgyhogy összekészülöttünk, lementünk, nagyon helyesek voltak még akkor. Jó, én nem, már nem kérdezem végig a menüt, igen, és onnantól kezdve az egész, jó, napot, okay, hanem hogy végül is, ugye hát ami a legfontosabb, és amit mindenki érdekel, a kis medve hogy a második este, amiről az ember tudja, hogy lehet, hogy az utolsó estéje, ugye, én már hát hiszen vasárnap kicsekkolás van. Volt valami, második nem nap volt. A fürdőben, mikor voltunk, ugye voltunk masszázson, meg később visszamentünk fürdeni, közben, igen, voltunk lovagolni, tanítottak minket, hogy mit, hogy kell csinálni, stb. Visszamentünk a fürdőbe, és akkor, mikor ott a fürdőben voltunk, akkor kezdtünk el igazából így élesen beszélgetni arról, hogy ki mit gondol a másikról, meg így az egész, tehát amit eddig megtudtunk egymásról, hogy kinek merre megy az élete, mik a tervei, stb., az mennyire összeegyeztethető vagy sem, és hát ugye arra jutottunk, hogy András teljesen másképp képzeli a jövőjét, mint ahogy én, más helyen, más módon, és hogy egyébként tök szimpatikusak vagyunk egymásnak, meg nincsen így semmi gond közöttünk, de hogy ez abszolút nem összeegyeztethető, és senki nem így képzeli el a jövőbeni párkapcsolatát. De nem házasodik nekünk benneteket, halom. Nem arról van, hanem párkapcsolat itt a fő dolog az, ami nagyon nehezen megoldható, hogy azért egy 100 kilométeres távolságot mondjuk úgy megoldjunk, hogy csak hétvégi találkozással. Tehát ő is 36 éves,
én 28, és mondjuk már gondolkodunk komolyabban, és hogy elég-e az, hogy most az ember csak hétvégenként vagy két hetente tud találkozni, mert hétköznap értelemszerűen ezt nem lehet megoldani, és hogy egyébként akkor tervezünk-e egy irányba, hogy mondjuk akkor mégis belevágjunk, vagy sem. És hát mivel ő mondjuk Balatonfelvidéken képzeli el az életét, én meg Budapesten és környékén, az így... Csak fura sorrend, mert az ember először... Tehát ha szimpi és jó, és van kémia, akkor a dolog megtörténik, majd vasárnap ugye megeszünk, figyelj, egy éjszaka volt, neked miről szólt, erről szólt, tervezzünk-e, mit gondolsz? Tehát tulajdonképpen akkor kimondhatjuk, hogy szombat este se történt meg. Végül nem teljesedett be a dolog. Aha. Így van. Na de jó, de őszintén akkor hol ment el? Tehát te mondtál végül nemet, és neked azt mondod, hogy kicsit másra vágysz, mint András vagy András. Mert azért, ha két ember, aki bejön egymásnak, és működik a dolog, és van kémia, akkor lehet, hogy szombat este ez a dolog megtörténni. Tehát csak azért volt nem, mert azt mondtátok, hogy lehet, hogy nem egy helyen lakunk. Szerintem ez egy kicsit ilyen tudatosabb dolog volt ennél, tehát én azt gondolom, hogy ez a nem akartunk úgy belemenni, és ez a rámenni erre, akkor csak legyen szex, meg mit tudom én, azért, mert amikor tudjuk, hogy nem lesz jövője. De neked, mint Pali, egyébként bejött? Figyelj, András, tök helyes pasi. És ajaj, amit nem akarom, helyes, az a, ezt, amit nem akarom, hogy nő rám mondjon, nem, az a Balázs egy tök helyes pasi. Azt jelenti, hogy annyira naturális, hogy semennyire. Nem erről van szó, de Balázs, mert teljesen másképp gondolkodik ilyenkor már az ember, és én is olyan emberrel szeretnék tervezni, akivel azonosak az elképzeléseink a jövő. Na jó, csak azt gondolom az ember, hogy ebbe olyanok mentek bele, akik a kalandot is ugyanúgy keresik, mint egy hosszú távú kapcsolatot. Tehát én azt hittem, de nem baj, hogy nem történt semmi, mert ez is benne van, és ezt is tudtuk, hogy itt azért kell, vagy van egyfajta kalandvágy is, nem mondjuk a hosszú kapcsolat keresése, vagy annak megtalálása. Hát nem tudom, engem nem kimondottan a kaland vonzott ebben a dologban. Hanem, hogy találj valakit, aki... Igen, én ezen vagyok rajta, hogy az elmúlt 2-3 hónapban most már jobban, hogy én tényleg egy komoly kapcsolatra vágyom. De ha egyezik a dolog, egy helyen laktok, közös a gondolat, akkor megtörténik? Tehát mint Pali egyébként... Hát elképzelhető, hogy akkor jobban belevágunk. Nem nyilván elképzelhető. Add uram, hogy soha ne beszéljen egy nőről. Mert nem így van. Tehát András Jupasi tényleg nagyon udvarias, nagyon szimpatikus, nagyon tetszik a gondolkodása, intelligens, okos. Csak olyan, hogy már ilyen nincs is. Hányszor mondták ezt is rám? Balázs, intelligens, okos, de valahogy olyan mégsem. Olyan gonoszak vagy. Tudod, csak te vagy a legjobb, de túl jó vagy ezzel. És mondom, négy is elsőről nem, magad, ne folytasd, tudod, és olyan aranyos vagy, szimpatikus, de nem. Még, hogy mindenkit jönnek ezzel az üzenet, hogy tutyi-mutyi volt a fődőben, nem tudom, ezt miből vették le, egyáltalán az akar nem kell törődni. Tehát, hogy így az emberek és a nagyon jó megfigyelésük az abszolút nem igaz, tehát, hogy ő nagyon határozott volt, mindig tudta, hogy merre menjünk, mit csináljunk, mondta dolgokat, intézte a dolgokat, úgyhogy ez teljesen rendben volt. Valami mégsem. Igen. És már akkor egy csók se csattant, ugye, szombat este, tehát az egy péntek esti elment, ott lenne, megbeszéltétek szombaton délután, és semmi... Azt beszéltük meg, hogy akkor itt vagyunk, próbáljunk ki minden programot, érezzük jól magunkat, és a végén igen, hazahozott engem, úgyhogy ennek is örülhet mindenki, hogy hazahozott végül, és elbúcsúztunk egymástól. És a végén elkérte a benzinpénzt. Nem kérte a benzinpénzt. Hülyülök. Tudjátok, még Veszprémbe is elvitt az egyik kedvenc helyére, megmutatta, hogy milyen megállapodtunk abban, hogy még lehet, hogy találkozni is fogunk, mert én is mozgolódok Fehérvár irányába. Jó, hát ez az udvariassági körökbe, hogy majd egyszer találkozunk. Aranyos, persze. Igen, azért ennél már több kapcsolatban vagyunk, lehet, hogy majd találkozunk, hívjál majd, ha erre jársz, tudod, persze. Jó, figyelj, ez benne van, ez is benne van egyébként, vagy ez is benne lehetett, hogy a dologból minden klappol, minden jó, de az a pici valami, ami kell, hogy egy nő meg egy férfi egymásra találjon, az mondjuk hiányzik. András túl becsületes. András is ugyanígy gondolkod? Nem, nincs. Tehát, hogy ez ilyen abszolút közös döntés volt, ez nem olyan dolog volt, hogy most úristen, ezt csak én éreztem így, hanem ebben tök együtt gondolkodtunk. Jó, hát azt Andrásnak nem mondtuk, hogy nem történik semmi, akkor megkapja a számlát. Ezt azért elfejtettük mondani, hogy van egy... Nem olvast el az apró betűső részt egyébként. Bocsi. És amennyiben. Semmi nem történik a hétvégén. Jó, szóval, hogy akkor semmi nem volt. Aha. Hát a fene vigyel. Én azért kicsit úgy örültem volna. Szóval nem azt mondom, hogy hiányérzet van, de úgy azt hittem, vagy azt gondoltam, hogy két kalandvágyó fiatal, ha még András nem is az a nagyon rámenős típus, mert azért ez kiderült, de majd jön Anita, vagy Petra, vagy bárki, és majd akkor ott a csajok. András egyébként abszolút kezdeményező, tehát nem az a típus, aki ilyen
bunkom, már bocsánat, próbálkozó, hanem de kezdeményező típus, tehát abszolút a férfi típus. Tehát ő nyomult, akkor te állítottad nem, le. Nem, tehát így a csókot is ő kezdeményezte, ez teljesen rendben volt, nem volt ezzel semmi gond, csak hogy így utána, mivel közösen ezt megbeszéltük, ezért ezt nem vittük tovább. Aha. Utána még más senki nem várta tőle, hogy kezdeményezzem. Igen, utána még szombat hajnalban azért elkezdett volna ilyen kettőkor egy lábmasszást, azért furán nézett volna ki, ezek az akupunktúrás pontokat. Igen, az úgy érdekes lett volna. Hát jó, jól van. De kalannak azért jó volt, egy romantikus hétvége. Nagyon jól éreztétek, magatokat. Tényleg. Eszméletlen jó élmény volt a szállóban is, a lovaskocsikázás, a masszázs, a mindenféle. Tehát mindenki körbeugrált minket, tehát mindenkinek csak ajánlani tudjuk ezt. És mindez semmiért, de tényleg. Milyen semmiért? De. Remélem rántott sajtot vacsorázhatott, mert nem volt nem lesz drága, nem lesz drága a számla a kutyak fájá helyén. Rántott gombát. Jól van, na, hát akkor... Látom, csalódottak. Hát tényleg, hát érted, hogy csomóan melóztak ezen az egész ügyön, érted, az egész tár fölkeresték. Mindenkinek egy csalódás, mert utána is jöttek az érdeklődések, hogy mindenki azt gondolt, hogy itt most nagy durvalám lesz. Lehet, hogy lehetett volna ebből, hogyha egy irányított az életünk, de két felnőtt gondolkodási ember azért már fel tudja azt mérni, hogyha tök más irányba megy a gondolkodásunk, és tök mások vagyunk ilyen téren, akkor felesleges erőltetni azt mindkét részről, hogy ezzel most lehet így vagy úgy, magyarázni, valami hiányzott, és igazából a dologból nem lett semmi persze. Nyilván más oka is lehetnek, mint hogy most nem egy helyen laktok, vagy nem egy irányba. Az élet nem volt meg az a plusz, amire az ember azt mondja, úristen, de jó, mint délután 2 óra van, de jó lenne, este 8 lenne, és kevesebben lennének. Jézusom, tehát az a típus is van. Most nem ez a két típusú ember találkozott egymással. Jól van, oké, hát azért örülünk, hogy jól éreztétek magatokat, és reméljük, hogy azért jó kaland volt, mert szerintem egy ilyet egyszer ki kell próbálni. Beszélünk, jó? Jó, ezt most úgy mondtam, mint ahogy András igen. Mondta neked, hogy világos. Persze, hiszen egy hét múlva hívunk, hogy megvan életed pályára, vagy se. Anita, köszi. Ciao. Köszi. Hello, puszi nektek. Ciao. Hello. Igen, hát van egyfajta hiányérzet. Szerinted igen. Másképp alakul, ha mi csütörtök a befutó? Ja, gyereke. András, most is fáj. András, ott még mindig egy fűtőtesthez van bilincselve, azt hidd el nekem, hogy már rég a Sárvár, nem tudom, hogy jönnek az emberek, hogy kéne ezt kinyitni, ezt a bilincset, annál csak már mondja, vegyétek már, nem már 2 napig itt vagyok. Körbe takarították volna. Az is, ha maga itt marad. Hívjátok a karbantartósokat, András mesztelenül még mindig ki lenne láncolva a francia ágyhoz. Abban biztos vagyok, hogy... ott zsihád lett volna, Petra nem szórakozik. Petra volt a csütörtöki, ha valaki esetleg nem tudná. Jól van. És igaza van a hallgatónak, aki azt írja, hogy miért nem vagyunk elégedettek, hiszen jó, de nincs, de elérte a célját, abszolút. Jól érezte magát két ember. Ebben ez is benne volt, hogy ez is megtörténhet, tehát hogy ezen nincs baj, az ember azt gondolja, hogy jobb, ha azt hallott, hogy így van, vagy ez megtörtént, de így történt, hát így történt. Jövőre megcsináljuk újra. Jó. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma, egy pici szünet után. Jó, egy rövid reklám, és utána jövünk vissza mindjárt. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. 3:10 lesz, pontosan 1 perc múlva. A nap egyik legszellemesebb SMS-e. Meghallgatnám ezt a sztorit a legjobb barátnőnek mesélve. Ugye? Új, de okos vagy. De figyelj, egyébként ugyanakkor megértem. Tehát két ember, aki jól érezte magát, megkedvelte egymást, nem mondunk egymásról rosszat, mert annál jobban megkedveltük egymást, nem adjuk ki a másikat. Tehát ez egyébként korrekt, de tetszik az esemény, szellemes igazából. Jó, nagyon sokan írják, hogy ez a sztori úgy kerek, ahogy történt, így ez van. Ma a magyar valóság, illetve írja valaki, Petra is jelentkezett, állítok, látod, vittél volna engem. Vittél volna engem, még most se tudná. Még most se tudnál fel egyenesen. Mi sütörtök? Ezt megnéztük a számot, nem Petra küldte nekünk, csak Petra aláírással jött. Én örülök, visszaadta a hitem, hogy vannak még erkölcsös emberek. Pont ez az én értékrendem. Egy 60-as néni így írt alá. Köszönjük szépen. 30 felett a szerelem csak döntés kérdése. Jó, de Andrea még 30 alatt van. Igen, Veszprémi vagyok, ha András megmondaná, hogy merre lakik, hát ha egy vonalon visz az életünk. Ezt Eperke kérdeztem. Jó, itt többen kérdeztetek még, hogy miért nem hívjuk Andrást is. Igazából azt gondoljuk, hogy sokszor ebben a helyzetben a nő dönt inkább, és András valószínűleg ugyanezt tudná elmesélni, és tulajdonképpen nem tudunk már újat vinni a történetben. Nyalogatja még a sebeit, gyerekek, ez az igazság. De lehet, hogy holnap felhívjuk. És meghallgatjuk. Jó, 8 után akkor még őt is adásba tesszük, az így korrekt. De ma már azt gondoljuk, hogy sok újat nem tud
a történethez hozzátenni. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Korra reggel megbeszéltük, hogy van most ez a teljesen méltánytalanul felkapott Szürke 50 árnyalata című könyv, és abból film, beülnek rá a tinédzserek. Egy barátom felesége mesélte, hogy ki kellene, vagy meg kellene állítani a 13 éveseket, akik beülnek erre, és hogy van az, hogy 12 éves kislányok ülnek bent ezen a filmen. Valamint megbeszéltük, hogy mi gyermekkorunkban mit néztünk meg, amitől nagyon féltünk. Hát azért nagyon kemény volt ez az Emmanuel vonal, amit említettél, mai nap tudom feldolgozni. Más a világ. Valamint egy férfinek két felesége volt Angliában, és a két feleség nem tudott egymásról. Hosszú éveken keresztül zajlott ez a viszony, anyós végül lebuktatta a saját fiát, arról beszélgettünk, hogy kinek milyen sorsdöntő pillanat volt már a kapcsolatában, amit megtudott egykori kedveséről úgy, hogy azt a bizonyos dolgot előtte nem is sejtette, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 7 perc van pontosan 10 óra, ezek voltak a nap legjobb pillanatai. Gyerekek, itt kérik tőlünk, hogy András is tegyük adásba, megtesszük természetesen, közben mi is ezen gondolkozunk, hogy úgy kerek, hogy meghallgatjuk gyorsan a másik oldalt is. Tudjuk az esetet, a végkifejletet, de akkor felhívjuk, nem várunk holnapig, jó? Hogy mondja el András 3 mondatban, hogy hol ment ez a dolog el, csak kíváncsiságból, mert úgy kerek. Csabi, már van hangot, hello! Jó reggelt, szevasztok! Amikor bekapcsoltátok Anitát, akkor még veletek voltam, aztán itt a parkolás meg az adás előkészítés miatt én lemaradtam. Mi történt? Egy mondatban foglald össze. Semmi nem volt. Érzésem szerint itt arról van szó, hogy szerintem a nő dönt. Uh-huh. És szerintem Anita döntött úgy, hogy nem. Kölcsönösen megbeszélték, de elsősorban szerintem ez azon múlott, hogy András udvarias, helyes, jó fejpali, de nem volt kémia. Eltöltötték együtt a hétvégét, de nem nagyon jól érezték magad, de egymáshoz. Egy csók elcsattant péntek este, aztán semmi több. És sajnálom. Ha hogyne? Persze. Hát, még András. Itt van András. Hello, András, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, nem várunk holnapig, mert itt követelnek téged is, hallgatók. Hello! Na, rózsacsokor, hát milyen romantikus, ez nagyon szép. Igen, hát ez illetve elismerhető legyek. Többek között, ez az egyik, aztán... Igen, hogy megismerjük. Meg hát a romantika miatt is persze, természetes hozzatartozik a dologhoz szerintem. Na, figyelj, én kérdezek, aztán te válaszol, csak hogy tényleg kerek legyen mindenki számára ez a sztori. Jól érzem tulajdonképpen, hogy ez a dolog nem rajtad ment el? Hát nézzétek, én megtettem mindent, ami egy pasitól megtehető, kultúrát normális dologba, de igen, igazából jól érzitek. Én szerettem volna, Anita pedig igazából nagyon apró, nagyon finom jelzésekkel, de rávetített arra, hogy igazából tényleg, amiután elkezdtünk beszélgetni arról, hogy ki merre tervezi, és hogyan is, hogy lehet ebből valami komoly dolog, akkor terült ki mindannyiunk számára az, hogy ez Jó, de ha rajtad múlik, neked bejött. Persze. Tehát tulajdonképpen ez volt nekem is az érzésem, hogy itt a nő. Amilyen. Hát ahogy beszélgettünk még az elején, hogy milyen az Anita, és csak hogy leírta magát, hogy teplőste meg viccelődtél vele, hogy egy ventilátorral ilyen festékbe szór. Nem, hát a legaranyosabb teplős lány, amit valaha láttam. Tehát nagyon helyes, tényleg a szőke haja leíratatlan. Én nem tudom a pesti pasika, mi a helyzet, hogy ezt a lány miért nem veszik észre, és hogy lehet, hogy ő... Te megkedvelted ezt a lányt? Meg hát, igen. Meg? Nagyon. Igen, hallom a hangodon, hogy te oda-oda vagy, vagy oda lettél érte. Igen. Igen, nagyon helyes volt. Látod? Nincs csütörtököt kellett volna vinned. Még mindig a fűtőtesthez lennél láncolva. Szörnyű dolgok történtek volna vele. Vagy vágjanak le, vagy jöjjön vissza a Petra. Hívjátok a karbantartókat, igen, nem tudok elmenni, igen. Figyelj, te megpróbáltad, úriember voltál, Anita részéről egy kicsit hiányzott, így kerek, hogy te is elmondod nekem, ez egyébként tök szimpi, hogy te ezt bevállalod, hogy nem jössz azzal, hogy hát megbeszéltük, hanem azzal, hogy én mindent megtettem, Anita pedig végül nemet mondott, nekem ez is sokkal szimpi, mintha most mondjuk te is terelni. Én viszont... vagyok, nagyon aranyosak vagytok, hogy próbáljátok beállítani meg ezt, hogy mennyire vagyok hámra és mennyire nem. Természetesen ugye sokan ismernek, és kell tartanom magamat ahhoz, hogy ezek a dolgokat ugye privát életbe tartogatom. Tényleg ez azért a másik, hogy minden hallgatnak. Na persze. Ez elég nagy kihívás. Te megtetted, amit megkövetelt a haza, de végül is nem. Megtettem, amit megkövetett a haza, igen, így van. Nyitva volt az aranykapu, de nem bújhattál át rajta. Ahogy szokták mondani, igen, ugye? Hát ez a helyzet. Játszunk ki egy jövőre is, ki tudja. Jó? András, addig nagy kalap a neked az életben, az ismerkedéshez is. Nagyon köszönöm szépen ezt. Mit kaland azért jó volt? Füllapot, kaland, hát egy hihetetlen, tényleg életem egyik legnagyobb élménye. Úgyhogy meg a hallgatóknak, meg a hozzászólások, meg minden, tényleg le a kalappal előttetek is, meg
meg nem tudom, dicsérni tudnék mindenkit, akit az Ante végig dicsért, tehát teljesen jó, hogy őt hívtátok, elmondott mindent, én biztos nagyon zavarba lettem volna. Jól csináltad, jó volt. Volna, jól csináltuk ezt így, szerintem. Köszönöm szépen. Jó van, hát előbb-utóbb találsz valakit. Köszi, köszi, ciao. Hello, 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 hello. Na, hát a sztori így kerek végül is, akkor teljesen, hogy András is elmondta, az volt, amit sejtettem akkor, igen, hogy itt András megtett minden, de itt végül Anita másodiknak beúszta. Mindig a nő mondja ki a végét. Én is ezt mondom, igen, ezért a nő dönt, gyerekek, tehát hogy ez így van. Na jól van, hívjuk a nap hallgatóját. Morning show. Az van szó. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, szervusztok. Hello, nem írtad alá. Csaba vagyok. Csaba, hello, hol hallgatsz minket, Csaba? Miskolcom. Miskolc. Annyit írtál, csak látod, András, vittél volna engem, még most se tudnál felegyenesedni. Mi csütörtök, Petra? Szellemes volt. Még ha tudtak is, hogy nem ő írta. Nagyon köszönöm. Igen. De helyes sztori volt így is, nem? Azért ezt így végig hallgatva. Abszolút, természetesen benne volt az benne is volt. A pakliba. Végül is számíthattunk mi erre is, igen, valamilyen szinten. De nincs ezzel semmi gond. Benne volt ez is, abszolút. Azért a többi négy lány számát azért még hagyjátok a lanzások hátra. Figyelj, jövőre tervezünk hasonlót, tessék benevezni. Jó? Én nem fogok nevezni, ez egészen biztos, de szurkolok a jelölteknek. A körülmények nem adottak, vagy nem lenne bátorságod? Vagy család, gyerek, vagy egyszerűen az... Nem vagyok szingli. Nem vagy szingli, az mondjuk egy nyomos, az egy nyomos ér. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm, minden jót nektek. Ciao, hello. Hello, hello. Többen kérik tőlünk a képeket, Facebookra feltettük a párról, akik ugye nem lettek egy pár, a képet nézzétek meg őket, Csajok Andrást, Pasik Anitát nézzétek meg a Facebook oldalunkon. Csabikám, remek zené? Hozom nektek David Guettát, aki így a Valentin nap után, meg hát a mai témátokhoz kapcsolódóan arról szól a legfrissebb klasláger, hogy mit meg nem tenne, vagy mit meg nem tett a szerelmért. Hát ez azért a 8 és 9 között pont hallgattalak titeket, és tegnap éjszaka fejeztem be azt a könyvet, aminek valószínűleg a film változatát ti mindannyian láttátok, az a cím, hogy Holtod Iglan, ha megvan ez a Ben Affleck, igen, Flinch. Igen. Hát ez témába hasonló, igen. Ott is kiderül valami róla, nem tudta, nem? Hát nem tudod, hogy kivel élsz együtt, ez a lényeg. Tehát, hogy mi mindenre képes az a nő, vagy az a férfi szorult helyzetében. Ja, hát ez az új Ben Affleck, most esik le, kicsit 10 órakor én már lefűzök. Ez a David Fincher film. Azaz. Így van. Igen. Na, szóval témába vág. De hogy a dal erről szól-e, valószínűleg nem. Tehát ez egy kicsit romantikusabb ennél. Emily Sandéja közösen készítette David Guetta, What I Did for Love. Meghallgatjuk. Csabira, kívánság műsorral, Jánosunk lehet, hogy már holnap lesz. Jobbulásnak. Ha meggyógyult. 10 óra pontosan, 555-55-00, itt tudtok Csabitól dalt kérni, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.